a Fezen HFL alapszakaszának első és második helyezettje. Ide jött a Szusza Ferenc stadionba, hogy lejátsza a döntőt. A Budapest Wolves a Miskolc Steelers-szel találkozik. Köszöntjük a kedves nézőket. Következik a 13. Hungarian Bowl, és természetesen ez alapvetően egy nagyon rendhagyó esemény, úgyhogy egy rendhagyó bejelentkezés. Állandó két szakértőnk, Kolesár Dávid és Zahovai Ádám. Hát itt állunk, nagyon-nagyon izgulunk, és hát nyilvánvalóan, ahogy megszokhattuk mindig, a mérkőzés szakkommentátora, aki ezúttal ugye Zahó, összeszed egy mesterhármas, de van egy olyan pont, amit Kole is el akar mondani, amin esetleg a siker kulcsa állhat, vagy hát azon múlhat minden. Így igaz, jó napot kívánok a kedves nézőknek! Nagyon hot topic ugye André White és az ő futása, az ő teljesítménye és az, hogy őt vajon hogyan lehet megállítani. A Cowboys már az elődöntőben valamelyest be tudta mutatni, hogy mennyire lehet hatékonyan ellene védekezni. Elsősorban ugye az volt az elképzelés, hogy feltöltik a boxot plusz egy emberrel. Nem biztos, hogy kifejezetten csak ez elég. André White-nál az a lényeg, hogy vele a line of scrimmage-ig le kell ütközni, vele meg kell, hogy legyen az első kontakt a line of scrimmage környékén, mert hogyha odáig nincs meg, akkor utána már elszabadul, és open fielden őt nem lehet megállítani. Tehát, hogyha lelassítják egy kontakttal, utána már valaki oda tud érni, és akkor őt meg lehet fogni rövid yardon. Ugyanez a helyzet akkor is, hogyha van egy lead blokkolója, most konkrétan Pavlo Lesivre gondolok, aki ugye fullbackként nagyon hatékonyan szokott előtte blokkolni. Lesivvel is mindenféleképpen a line of scrimmage-ig bezárólag le kell ütközni. Ha ő már följebb lép, és akkor veszi föl őt a linebacker, akkor már két oldalra olyan területe nyílik André White-nak, ahol már őt nem lehet megfogni. Nagyon érdekes lesz, és nagyon kíváncsian fogom várni, hogy ez a párharc kinek a javára fog eldőlni, a Wolves defense vagy André White-ék futás teljesítményének a javára. Zahó, azt hiszem, hogy az egy konkrét kérdés minden mérkőzés előtt, ahol André White részt vesz, szerez White touchdown-t, kezd ezzel, aztán utána folytasd a Mester 3-assal, hiszen az a lényeg. Szerintem egyébként André White 100 yard fölé fog jutni és touchdown fog szerezni, ugyanezt mondtam egyébként az elődöntőn is, és szerintem egyébként ettől függetlenül nem lesz ez elég a Miskolcnak ahhoz, hogy győzni tudjanak, de André White teljesítménye szerintem ott lesz. Áttérve egyébként akkor a Mester 3-asra. Az első, amit szeretnék kiemelni, az igazából Bencsics Márk és a Miskolc Steelers secondary-e. Elsősorban szerintem ott az lesz a döntő tényező, hogy Jónás Máték hogyan osztják le egyébként az elkapókat, viszont Bencsicsnek mindenképpen szét kell szórnia majd azokat a labdákat, amiket elindít. Nem szabad, hogy egy játékosra koncentráljon, mert azt az a Miskolc defense meg fogja büntetni. Ebben egyébként Bencsics szép volt ebben a szezonban a teljesítménye, ugyanakkor azért erre oda kell figyelnünk a döntőben is. És hát természetesen ugye nem csak Bencsics Márk teljesítményét kell majd figyelni, hiszen ugye ott van a másik oldalon a Steelers kapitánya, és nem csak kapitánya, hanem vezetőedzője Mitch Eaton, aki azt hiszem, hogy a szezon legjobb mérkőzését játszotta le, éppen az elődöntőben. Szerintem ezt a formát szeretné majd átmenteni, és ami egyébként különösen figyelemre méltó volt az elődöntőben, hogy attól függetlenül kicsi a kispad, és attól függetlenül is egyébként, hogy edzőként pályán kell szerepelnie mind Jordannek, mind egyébként Michinek, nagyon szépen válaszoltak azokra a dolgokra, amiket a Cowboys kispadja küldött fel a pályára. Olyan taktikai és stratégiai módosítások voltak egyébként a pályán, amit nagyon megsüvegedendő. Szerintem az, hogy ők most hogyan tudják majd újra tervezni egyébként azt a teljesítményt, amit fel kell rakniuk a pályára, az egy kritikus kérdés lesz ebben a meccsen. De azt valóban egyébként láttad te is azt a fajta ívet, a fejlődési ívet Michi játékában, hogy azért ebben a szezonban gyakorlatilag az eddigi legfontosabb mérkőzései rakta oda magát a legkeményebben. A jó játékosok szerintem akkor veszik elő a legjobb teljesítményt, amikor igazán szükség van rá. Beszéltük ezt már egyébként, hogy a Miskolcnál azért sokszor az van, hogy annyi, amennyi kell, az mindig fenn van a pályán ahhoz, hogy megnyerjék a mérkőzést, és utána egyébként nem feltétlenül raknak bele többet. Mitch tudta, hogy most neki kémagaslót kell nyújtania, és ezt meg is húzta. A Wolves linebacker sorából van-e valaki, aki számodra hasonló értékkel bír, mint mondjuk Michi? A Steelers oldalán. Alvin Reese az, akit meg kell említeni, azonban mégis kiemelném azt, hogy Ágota Balázs teljesítménye, az kritikus lesz ezen a mérkőzésen. Arra számítok egyébként, hogy nagyon szépen fogják feltölteni a boxot a Wolves védői, és megállítani egyébként White-ot sokszor a line of scrimmage környékén. Azonban ilyenkor ugye nagyon szépen láttuk azt is Vasily Jordannél, hogy széthúzták a pályát, és akár öt elkapóval felállva nem mertek bátran változtatni és belenyúlni a passzokba. Az, hogy egyébként Balú ilyenkor néha megillamodva el tudja kapni esetleg az atletikus irányítóját a Miskolc Steelersnek, az megint csak egy nagyon-nagyon érdekes kérdés lesz ezen a meccsen. Bencsics Márk lett ugye a legjobb támadójátékos az eddigi HFL szezonnak, az alapszakasznak, ahogy tetszik, Alvarez Junior pedig a védelemben.
Ez nekik milyen érzés lesz így a döntőben pályára lépni? Szerintem adhat egy plusz, de ezeknek a játékosnak most nem ez van a fejében. A legfontosabb meccset kell megnyerni, minden más, minden trófea, minden jutalom, az most semmisé válhat akkor, hogyha egyébként ezüstérmet akasztanak a nyakukba a végén. Az a fontos, hogy ezt a döntőt megnyerjék. Ez a fontos, hogy ezt a döntőt megnyerjék, nyilvánvalóan Kovács István is így gondolja, a Budapest Wolves vezetőedzője érkezik. Köszöntöm újra a Digisport nézőit innen a Szusza Ferenc stadion gyepéről. A csapatok már készülnek, Kovács István pedig a hazaiak vezetőedzője itt is van már velem. István, alapszakasz győztesként a Nyíregyháza Tigers legyőzve jutottatok el 2015 után a döntőbe. Mit vársz a csapattól, mit vársz a mérkőzéstől? Nagyon motiváltak a srácok, úgy gondolom, hogy jól felkészültünk, mindent megtettünk az elmúlt két hétben, amit lehet. Biztos, hogy egy nagyon kiélezett, nagyon kemény meccs lesz ma. Egy jó mérkőzés, és sok pontot várok, és győzelmet. A szakértők azt mondták, egyértelmű feladatotok van, André White-ot meg kell állítani a Kábeznek, majd nem sikerült, ez 112 yardot jelentett futásban. Foglalkoztál ezzel, néztél bármit, amit a Kábez csinált, vagy pedig a saját játék? Nagyon sokat foglalkoztunk nyilván az ő játékukkal, de hát mint a Kábez mérkőzés is mutatja, ha ilyen egyszerű lenne, hogy White-ot meg kell fogni, akkor azért nekik sikerült volna döntőbe jutni. Nem ilyen egyszerű a képlet, nem véletlenül van itt a Miskolc a döntőben. Nagyon sok mindenre fel kellett készülnünk, sokat dolgoztunk mindenféle opción, meglátjuk, hogy ez hogy fog működni a meccsen. Vannak-e sérültek, vagy pedig egy egészséges csapattal készültél a két hét alatt? Hát ugye hosszú a szezon, azért nehéz már ilyenkor teljesen egészséges csapatról beszélni. Apró sérülések vannak, komoly sérülés talán most az utóbbi időben nem nagyon merült föl. Bízom benne, hogy mindenki egészséges marad a meccs végéig is. A srácok már kipróbálták a gyepet. Milyen a Szusza Ferenc stadion? Alkalmas amerikai futballra? Abszolút, voltunk is itt, múlt héten idejöttünk a csapattal, megnéztük, följöttünk a gyepre. Nagyon-nagyon, nyilván ez egy nagyon-nagyon jó hangulatú stadion, nagyon szép, a gyep az kiváló minőségű, tehát jó lesz, élmény lesz a játék rajta. Köszönöm szépen és sok sikert! Egész szezonban a Miskolc Steelersnek gyakorlatilag ott lebegett Damoklész kardja a játékosok feje fölött, hogy egy kulcsszereplő, ha kiesik, akkor azért már nehéz lesz pótolni. Az elődöntőben többen is sérüléssel küzdöttek, bajlódtak, kiestek arról a meccsről, és bizony a kezdőt elnézve van olyan játékos, Imricsko Péter, a center, aki nem tudott erre felépülni. Kulcs sérült ő? Mindenképpen. Az, hogy egyébként guard center és guard poszton is variálni kellett a Miskolc Steelersnek, az nagy problémát jelentett egy ilyen sokat futó, a falra ilyen hangsúlyt helyező csapatnál. A Imricsko sérülése nagyon kritikus, nem vagyok benne biztos egyébként, hogy ezt megfelelően meg tudják oldani a pótlását. Nem is feltétlen azért egyébként, mert az ő posztjára nem tudnak más találni, hanem ahogy úgy kellett átvariálniuk egyébként a támadófalat, hogy ez akár problémát is jelenthet. Szerintem nagy baj lehet azért ebből még. Andriy Laktionovot láttuk ugye jelölve a támadófalba, Jefen Rahimov állt be, egyébként nagyjából hasonló az ő posztjuk, hiszen a védelmi vonalat, az első védelmi vonalat erősítik, nem a támadófalat. Ilyenkor milyen beugrani? Mindenféleképpen nem a legkönnyebb természetesen, tehát ugye már kettős feladata van ezzel az embernek. Nem hiszem, hogy Laktionov egész meccsen bírni fogja ezt a beugrást. Elképzelhető, hogy Rahimovval azért majd váltani fogják egymást az offense falban. Megint csak arra tudjuk visszavezetni ezt az egészet, hogy a rövid paddal hogy fogja bírni szuflával a Miskolc a mérkőzést. Tudniuk kell pihenni, tehát az offense-nek ugye hosszú drive-okat kell vezetni az ő részükről, hogy a defense olyankor tudjon pihenni, és fordítva a defense-nek nagyon gyorsan ki kéne védekezni a Wolves támadásait, hogy aztán ők le tudjanak menni megint csak pihenni, és akkor a Wolves, akarom mondani, a Miskolcnak az offense-e tudjon visszajönni a pályára. Kovács István már hallottuk, most jön a már emlegetett Mitch Eaton, a Miskolc Steelers vezetőedzője. És már itt is van velem a vendégek szakvezetője, Mitch Eaton. 6 győzelem, 1 vereség, és az elődöntőben a Cowboys ellen. What do you expect from this game? Mit vársz ettől a mérkőzéstől? 6 győzelem.
az alapszakaszban, és aztán legyőztétek a Cowboys. Ettől mit vársz? Attól azt várok, hogy készen álljunk a játékra. Mind a két csapat meg akarja nyerni a bajnokságot. Nagyon kemény küzdelmet várok, és remélhetőleg mi nyerünk. Ez annyira nehéz döntő lesz szerinted, mint az előző két Cowboys elleni döntő? Nehéz ezt megmondani. Meglátjuk igazából, hogyha jól tudunk teljesíteni, akkor minden esélyünk megvan a győzelemre. Let's talk about the injured players. Beszéljünk a sérülésekről, hogy állnak a felépülések. Vannak sérült játékosaink, de más sérültnek lenni, és más teljesen megsérültnek, úgyhogy vannak olyanok, akiknek sérüléseik vannak, de tudnak játszani. Itt vannak velünk, és fókuszálnak a mérkőzésre, előlépnek és csinálják a dolgukat. Do you agree that the only thing that the Wolves have to focus us on is Andre White? Egyetértesz azzal, hogy Andre White-ra fókuszál csak a Wolves? Nem gondolom. Nem hiszem, hogy csak egy emberre, hanem mint csapatra fókuszálnak ránk. Ez foci. És igazából, hogyha André van, akkor mellette más is. Elégedett vagy a felkészüléssel az utolsó két hétben? Nagyon-nagyon izgatott vagyok, hogy lássam a fiúkat ma. Köszönjük szépen! Az utolsó Hungarian Bowl-okon nem volt sok pont, hiszen például tavaly 14, két éve pedig 19 pont elég volt a győzelemhez. Sok vagy kevés pontos mérkőzés lesz? Sok pont, de nem biztos, hogy csak az offenzek által. Igen, valószínűleg sok pont lesz. Egy-egy megállított támadásra az itt nagyon sokat fog érni. 13. Hungarian Bowl az újpesti Szusza Ferenc stadionból. Budapest Wolves, Miskolc Steelers, elérkezett a döntő ideje. Most már ne menjenek sehova. Egyik együttes 2015 után újra megpróbálja, a másik pedig zsinórban harmadszor megint megszerezni. Köszöntjük innen a kommentátor állásból a nézőket. A Budapest Wolves 2015-ben járt utoljára a Hungarian Bowl-ban, és akkor már biztos volt, hogy magyar bajnokként távozik, de nem távozott a kupával, akkor második helyen végzett. Tehát ilyen módon az utolsó Hungarian Bowl győzelme a Wolvesnak még 2012-ből datálódik. Ellenben a Miskolc Steelers vidéki csapatként először nyert a HFL-ben 2016-ban, és aztán utána megismételte a fináléba jutást tavaly, és ezúttal idén is, és ez pedig mindenképpen nagyon megsüvegelendő teljesítmény. Amióta HFL éra létezik, azóta éppen a Budapest Wolves az, amely ezt meg tudta tenni, és a Wolves zsinórban négyszer jutott döntőbe. Lássuk! A bírókat, a referi Krucs Roland, az umpire Szerényi Gábor, a center judge Horváth Péter, a headlinesman Zsidai Attila, a line judge Udvardi Gyula, a back judge Kaiser Viktor, a side judge Bódi Gábor, a field judge Barabás Balázs, és video judge-al kiegészült a kar Breznai Endre. Tehát megérkeztek a játékvezetők, és ezúttal tehát Krucs Rolandra jutott az a megtisztelő feladat, hogy a főbíró lesz tehát a referee ezen a mérkőzésen. Pályafutása során először, és fennállása során tehát akkor harmadik alkalommal a magyar első osztály döntőjében 7 győzelemmel és egy vereséggel az alapszakasz második helyén végzett Miskolc Steelers a Szusza Ferenc stadion gyepén először. Miskolc Steelers, amely zsinórban 7 győzelemnél jár, hiszen a szezon első mérkőzését veszítették el a pirosmezesek, mégpedig hazai pályán a Budapest Cowboys ellen, és mivel az első fordulós mérkőzésüket később játszották, ezért ez azt jelenti, hogy az összes többi alapszakasz meccsen
és az elődöntőben is veretlen maradt a Steelers, tehát így Zsinórban 7 győzelemmel érkezett ide. Tavaly Zsinórban 9 győzelem után 10-re nem sikerült nyerni a 12. Hungarian Bowl-on, és veszített a csapat 14-10-re a Budapest Cowboys ellen. És akkor a Miskolc Steelers, tehát amely ebből a hármas sorozatból második alkalommal szeretné elvinni, magával vinni, hazavinni a kupát. És akkor jöjjön az alapszakasz első helyezettje, szintén 7 győzelemmel és egy vereséggel a szezonban. Az az egy vereség, az viszont éppen az alapszakaszban a Miskolc Steelers ellen jött össze 21-13-ra, ezt akarja kijavítani. Az alapszakasz győztese, az elődöntőben a Nyíregyháza Tigers legyőzők, fekete mezben pályára lépő Budapest Wolves. Ismeretlen tehát a döntő érzése a farkasoknak, sőt, az eddigi rekordbajnokról van szó. De hát mégiscsak 6 év után készülnek újra bajnoki győzelemre. Ehhez pedig hát nyilvánvaló minden erejükre, minden tudásukra szükség lesz. Akár a képen látható Bencsics Márknak is, aki ugye az alapszakasz MVP-je lett, mégpedig ugye támadó oldalon. 20 passzoltás, de az egész szezonban 7 interception mellett kiváló statisztikák és yardban is fantasztikus mutató Bencsics Márk neve mellett. És mivel ugye természetesen ez egy döntő, annak rendje és módja szerint, mikor most már ugye mindenki ott van a pálya közepén, feketében a farkasok és pirosban az acélosok, mivel ugye ez egy döntő, ezért természetesen himnusszal kezdünk, amit Hamvasi Mercedes énekel. Azért természetesen csak úgy, ahogy a válogatott mérkőzések mellett a döntőknek is megvan ez a hátborzongató kezdése, amikor tényleg mindenki érzés nem csak a játékosok, hanem akár a publikum soraiban is, hogy milyen tétje van egy ilyen mérkőzésnek, és milyen várakozás előzi meg ezt az egész két hetet gyakorlatilag, ami alatt ugye összeállnak a döntős csapatok. Zolvai Ádámmal nézzük majd ezt a mérkőzést, ugye, ahogy már a felvezetőből is említettük.
Dönthet-e az, hogy melyik az éhesebb csapat, ami hát látszólag a Wolves. Köszöntöm én is a nézőket. Én nem vagyok benne biztos egyébként, hogy a Budapest Wolves éhesebb, mint a Miskolc Steelers. Attól függetlenül, hogy döntőbe bejutottak egyébként a Steelersek az elmúlt három évben, nem nyerték meg ezt a meccset még. És azért azt mindenki tudja, hogy nagyon jó dolog itt játszani, de ezt a sportot arra játsszák, hogy a végén meg is nyerjék. Úgyhogy szerintem nem feltétlenül a Wolves az éhesebb, mind a kettő csapat szeméről benne van az a tűz, amivel egyébként kell egy ilyen meccsre készülni. És hát csillogó szemekben nem lesz hiány. Az egészen biztos. A két együttes egymás elleni történelme azért nem nyúlik vissza olyan nagyon hosszú időre. 2015-ben találkoztak egymással, ez egy nagyon emlékezetes találkozó, vagy 80-40-re győztek a Farkasok. Ez a HFL legtöbb pontot hozó mérkőzése volt, és az utolsó olyan találkozó, amikor a Steelers nem a Cowboys verte meg, ez ugye 2015, tehát most már ugye bő három éve. Ezen kívül 2016-ban 28-16-ra nyert az alapszakaszban a Steelers, tavaly 35-23-ra, majd egymás ellen elődöntőztek. És akkor a Miskolc Steelers 27-25-re győzött egy drámai mérkőzésen, és ott az egyik Wolves kiválóság, aki ott van a csapatkapitányok között, Telek Ádám nem volt azon a találkozón. És hát ugye ebben a szezonban 21-13-ra győzött a Steelers. Most már ott vannak a kapitányok, és természetesen ahogyan lenni szokott, egy tiszteletbeli csapatkapitánnyal kiegészülve, aki Nádi Máté lett megjelölve a Steelers oldalán. Köszönöm. Ő nincs ott, de Mihálovics Tamás viszont a Wolvesnál igen. Köszönöm. Tehát a kapitányok ott vannak. Üdvözlöm az urakat a 13. Hungarian Bowl-on. Kulcsolatvőké leszek a mérkőzésnek a vezetőbírója, az umpire Szerényi Gábor lesz. A Steelers a vendégcsapat. Megkérem a vendégcsapatot, üdvözöljék a hazai csapatkapitányait. Jó meccset. Jó mérkőzést. Jó mérkőzést. Van egy fejünk, jöjjön közelebb. Van egy fejünk. Van egy írásunk. A levegőben van, akkor kérek egy választást. Írás lett. Visszahordás választottak. Receive, receive. Oké. Melyik térfel szeretnék védeni? Oké, akkor forduljunk abba az irányba. Pénzfeldobást a Wolves csapata nyerte, és visszahordást választott. A Steelers kirúgással kezdi a mérkőzést. Tehát akkor megvan a pénzfeldobás eredménye, és ugye még a tiszteletbeli csapatkapitányokról, mert most csak egyről, Mihálovics Tamás, aki nemrégiben Calgaryban a szervát ültetettek világjátékán gyűjtött be 4 aranyérmet, úgyhogy innen is gratulálunk neki, ismét dobó atlétika számokban állt egyébként a csúcsra, úgyhogy ő volt ott a Wolves családban, ugye monsterként ismert. Úgyhogy tehát akkor túl vagyunk itt az első olyan aktuson, amint túl kell lenni, mégpedig a pénzfeldobáson. Meglepődött, Jordan, hogy ugye azonnal a visszahordást választották, Bencsicsék? Látszólag igen. Az azért tudni kell, hogy a Wolvesnak azért a filozófiája legtöbbször az, hogy inkább a második félidőre halasztják az ilyen választásokat, mert hogyha a második félidőben egyébként éppen nem ők vezetnek, akkor nagyon fontos az első drive pszichológiailag. Ha még viszont ők vezetnek, akkor meg teljesen mindegy. Úgyhogy most egy kicsit agresszívabb húzást láthattunk, mint egyébként az megszokható. Ez egy érdekes választás. Önbizalom? Önbizalom építés valószínűleg, igen, az a cél. Mert hogy itt ugye nyilvánvalóan nem lehet más a cél, mint hogy a Wolves magához kaparintja a kickoff után a labdát, és egy olyan drive-ot vezet, amivel megadja ennek az egész mérkőzésnek az alaphangulatát. És nyilvánvalóan vezetni akar a Wolves nagyon hamar. Jonás Máté tehát, aki elrúgja a labdát, övé az első labdaérintés a 13. Hungarian Bowl-on. Gyecser a visszahordással, sikerült lelassítani, és aztán utána el is kapni. Egy nagyon lapos, problémás kirúgás volt egyébként. Ez nem nagyon szeretik a visszahordó csapatot, mert elég mélyre megy, azonban laposan össze-vissza pattog. Láttuk egyébként, hogy Gecsernek is nehéz volt megszelíteni ezt a játékszert. 1629 passzolt yardja van Bencsics Márknak az egész szezont nézve, itt pedig a támadó fala
amelynek nagyon-nagyon fontos tagjai vannak. Azok a tagok, akik megvédik Bencsicset, akiknek is köszönhetően ment ennyire jól ebben a szezonban a Wolves irányítójának. Tehát pályán a Wolves offense és azonnal megmérheti a Miskolc Steelers védelmének keménységét. Már is megvan az első elkapás Elek Ádámtól. Kiforgott ugye Bencsics, amint megkapta a lasztit, és rögtön egy comeback útvonalat találta meg Eleket, és hát nem is lassítanak a feketemezes farkasok, jönnek is rögtön tovább. No huddle offense tehát, ahogy ugye szoktuk mondani, ilyenkor borzasztóan nehéz rendeződni védelmi szinten. Bencsics megint kimozgott a zsebből, megint a first down határára a dobás, és úgy néz ki, hogy ezúttal is megvan az elkapás, sőt a first down is. Nagyon hasonló játékot láthattunk, egyik oldalon működött, a másik oldalon működött, kettő first down. Kettőből kettő, három passzolt touchdownja volt Bencsics Márknak az elődöntőben, fantasztikus mérkőzése, gyakorlatilag három olyan kiemelkedő offense teljesítmény a farkasok részéről az elődöntőben, amely önmagában ért volna MVP címet, tehát a meccs legértékesebb játékosa címét végül Lenner Péter gyűjtötte be, de ugye természetesen Bencsics Márknak, illetve Elek Ádámnak a teljesítményét sem szabad kifelejteni. Az első olyan kísérlet, amikor nem jött össze egyből a first down, itt pedig akkor láthatjuk Bencsics Márk lőlapját, 103,4-es passer rating a szezonra nézve, ezért 100 fölötti átlagolás, ez mindenképpen egy szép teljesítmény. Harmadik kísérlet jön majd, mert hogy a futójáték ezúttal rövid lett. Nagyon szépen töltötték be belül a lyukakat egyébként, ugye azt szerették volna, hogy kettőre futóval fölállva meglepik a miskolci védőket, akik erre teljesen fel voltak készülve, és Mitch Eaton is, és egyébként Battle is érkezett rögtön a B-lyukba. Harmadik és rövid, harmadik és egyes tehát a kísérlet. Getcher átmozog a másik oldalra. Bencsics megtartja, nem adja oda Lennernek, és elindítja hosszan a labdát, és nem lehetett elkapni. Kevésen múlt a kérdés, hogy egyébként most már, hogy átlépték a félpályát, neki mennek ennek a kísérletnek. Ugye éppen átlépték, tehát 49 yardra vannak a Miskolc Steelers endzónjától. És úgy látom, punt lesz ennek a vége. Közben Eleket látjuk egyébként, aki egy corner útvonalon szakadt el egyébként Jónástól. Meg volt a lépés előnye. Meg abszolút, viszont Bencsics nem tudta helyre rakni a lasztit. Így akkor jöhet az első majoros punt. Tehát nem lett meg, még csak egy field goal formájában sem az első drive-ból a pontszerzés. A rizikózás egyelőre úgy néz ki, hogy nem biztos, hogy kifizetődik, de így igen, Alvin Reels, sőt, bevitte a 20-ason belülre. Megvan az első trükkös játék, 4. és 1-et old meg a Wolves. Hát mikor máskor hívták volna be ezt a játékot, ha nem ott? Nagyon szépen látták meg a lehetőséget, hogy Alvinnak nyílik a lyuk, és hát aztán meg sem állt 30 yardig. Már is támadhat a 20 yardosról Budapest Wolves. Az időpont, amikor már mindent ki kell borítani gyakorlatilag az asztalra, minden kártyát. Nagyon komoly terület nyílt Alvin Reels előtt, és a vörös zónán belülre viszi a Wolves-t. Itt már Uribe az, aki megpróbálja lelassítani, és végül is összességében ennek köszönhető, hogy nem lett azonnal touchdown akár a játék vége, de ezúttal Bencsics dobja be! És lehet, hogy Battle az, aki gyakorlatilag a saját játszótársát, Szabó Martint is leütve, ütötte ki a labdát Szabó kezéből. Hát nagyon legyalulta, igen, az biztos. Ha megnézzük egyébként, akkor Bencsics ugye balra forog, ott találja meg egyébként játékosát, akit érzésem szerint nagyon szépen fogott le Martin. Hát lehet, hogy inkább leütött labda lett volna. Itt lehet látni, hogy egy kézzel ment egyébként Szabó ezért, miközben már jön a futójáték. A Wolves halad, és ezzel már is a 10 yardoson csengetnek. Lenner Pétert láthatjuk, ugye ő is egy nagyon rutinos játékos. És a termelte a yardokat az alapszakaszban. Valószínűleg ezt szeretne most is. Bencsics. Ugye ilyenkor borzasztóan nehéz, hogy akkor kire is koncentráljanak a Steelers védők. Ugyanakkor itt most úgy néz ki, hogy nem az volt a cél, hogy egyből touchdown legyen
Egy idő után a Nemcsics a first down-ra ment, és ezt gyönyörűen megcsinálta. Felnézve valószínűleg látta egyébként, hogy egyik út kombináció sem, tehát egyik játékosa sem tudja szabadra játszani magát, és nagyon szép pozícióban vannak a védők, és itt már el is döntötte, hogy akkor ez viszont futás lesz. Nahornyák csúszik le róla, és a first down ezzel megvan, de azonnal megy tovább. A Wolves támadása olyannyira megy tovább, hogy touchdown szerez a Budapest Wolves Lenner Péter. Nem volt kérdés egyébként, hogy belül meg tudja csinálni ezt a játékot. Nagyon szépen követte a társakat, és aztán bevágódott az endzomba. Kíméletlenül látjuk előtte megy a lead lock, Mitchet szépen kivakkolják, és aztán egy visszavágás után már csak az endzomban tudják levinni. Szép munka, 6-0. A negyedik futott touchdownja Lenner Péternek a szezonban, és ő is bekapcsolta a playoff fokozatot. Ben Lyons pedig bevágja az extra pontot. 7-0-ra vezet a Budapest Wolves, és akkor csak megvan nyomatékként az az első touchdown. Nem lett tehát kivédekezve, vagy nem védekezték ki a miskolciak. Negyedik kísérletet oldottak meg a farkasok, így talán még édesebb ez az első touchdown. Lenner ott találja meg a helyet, és utána már hiába nyúl érte Svak Renátó, nem lehet megállítani. Az elődöntő után tehát a döntőben is touchdownt szerez Lenner. Összességében egyébként könnyen elsülhetett volna az, hogy ők most visszahordást választottak az elején rosszul, abban az esetben, hogyha negyedik és egyre el kell pántolniuk, és nem tudnak first down szerezni. Az a trükkös játék nagyon kellett, hogy a momentum náluk maradjon, és hát siker is koronázta egyébként az a red zone-ba tett utukat. Itt pedig az extra pont Ben Lyons, aki a legmagabiztosabb rúgó a HFL-ben. 2 darab extra pontot hibázott eddig a szezonban, és 5 field goalt. Ugyanakkor igen hosszú field goalokra is képes, 50 yard körüliekre. Most azonban jön tőle a kickoff, és a touchback, hiszen kipattog. Uriba úgy gondolja, hogy megterül lesz ez a 20 yard. Nem igazán látta annak a lehetőségét, hogy területet szerezzen még. Így pedig akkor érkezhet az első miskolci támadósorozat. Az első miskolci támadósorozat, ami most már ugye azzal a teherrel kell, hogy meginduljon. Miközben láthatjuk a kicsit megvariált támadó falat Andriy Laktionovval a baloldali gárd szerepkörében. Itt pedig hát természetesen ugye Andriy White-ra kell majd a leginkább figyelni. Úgy persze, hogy Mauricio Uribe, mint első számú elkapó is egész biztos, hogy kaphat labdákat. Tehát úgy kell elindulni a Steelersnek, hogy hátrányból játszik, és a Tigers is végig hátrányból játszott, az utolsó negyedre felőrölték a nyíregyháziak energiáját. White futás. Megint csak egy úgynevezett signature játékot láthattunk. Az a B-lyukas belső futás, amit egyébként White most mutatott be, talán ennél már csak egy van, amit egyébként többször használtak, ez pedig a toss jobbra, ami egy szélen megnyíló lehetőséget mutatott volna, most Ágota egyébként lementi, Jordan nem érezte azt, hogy ezt át kell hívnia. Egy belső futással nyit Andriy White, és 5 yardot szerzett rögtön. Láthatjuk a Wolves védelmét, amely szintén kerülhet főszerepbe, hiszen nagy labdavadászok vannak a hátsó halakzatban. Például Madarasi vagy Mezei is mindenképpen arra lesz éhes, hogy lehúzza Jordan labdáit, miközben második kísérletre nincs egyelőre first down-ja a Steelersnek egy újabb futásból. És azt a tossz játékot játszották el egyébként, amiről beszéltünk. Hát a harmadik és rövid, az azért itt, ezen a térfélen még nem jelenti azt, hogy negyedikre is neki mennek. Amennyiben ez nem sikerülne, akkor ez az úriember fog egyébként hátrálni, pantolni is, trükkös felállásokat, ugye nagyon szeretik ebből a szempontból. 13 passzolt touchdown, 6 interception, a Fehérvár Entroners elleni mérkőzésen indult be igazán Jordan, és nincs meg a harmadik kísérletre ez a játék, úgyhogy kivédekezheti a Steelers első támadását a Wolves, és nem csak, hogy kivédekezheti, 3 kísérletből leparancsolhatja. First down sem szereztek, ez azért nem egy jellemző dolog. Nagyon szépen takarított egyébként belül a defense fal, meg kell dicsérnünk őket, hogy egy meglehetősen erős miskolci támadó fal ellen nagyon szépen muzsikáltak az első 3 játékban.
jöhet tehát a negyedik kísérlet, viszont bent van Mitch Eaton, és nem úgy néz ki, hogy pántolni akarnának, főleg úgy, hogy úgy néz ki, hogy sikerül a beugrasztás. De persze meg kell várni, hogy vajon tényleg a beugrasztás sikerült, és nem-e a Steelers támadófala indult hamarabb. Offside, defense, 5 yard büntetés, büntetés first down eredményez. Így viszont akkor ez egy remek játék, a Steelers elérte a célját, bizony ugrottak jó páran a fekete mezesek közül. Így tehát már nem kellett ezt a játékot végigcsinálni, a sárga zászlós figyelmeztetésnek köszönhetően megy előrébb a Steelers, így tehát nincs még leparancsolva a Steelers offense, hasonlóképpen negyedik kísérletre, mint ahogy a Wolves sem volt. A Jordan át, nem adja át, leszívnek, viszont ez így egy eladott labda! Darius Lewis, pick six, Budapest Wolves! Touchdown! Egy felütött labdából Lewis nagyon szépen vette észre a lehetőséget, és meg sem állt az endzónig. Uribe kezeiről pattant fölfelé a labda, ez életveszélyes játék minden alkalommal. És hát Jordan végül, példa, hogy miért. Így van, Jordan végül megtartja magának. Ú, de sajnálja ezt majd. Valószínűleg már most lesétálva a pályáról is. Lewis pedig köszöni szépen. És élete első Hungarian Bowl-en egy touchdown-nal veteti észre magát. A szezonban egyetben. A hatodik. Azért nagyon-nagyon szépen beilleszkedett Darius Lewis, miközben Ben Lyons rúgja az extrát, ami jó. 14-0-ra meglóg a Wolves. Darius Lewis pedig tehát a hatodik touchdownját szerzi a szezonban. Volt már MVP címe is egyébként, mégpedig azonnal a szezon első mérkőzésén a Fehérvár Entroners ellen. Nagyon jó elkapó, zseniális visszahordó és mindemellett kiváló cornerback. Egy slant útvonalon ugye kicsit tám magas volt a labda, de nem hiszem, hogy ezt nem lehetett volna behúzni. És hát igen, a felütött labda az pedig mindig nagyon veszélyes. És hát nem akárhogy mutatkoznak be azért itt a Hungarian Bowl-ban a Wolves importjai. Egyelőre egyértelműen róluk szól a mérkőzés, nem White-ról, nem Uribe-ről, vagy hát kicsit róluk is Uribe-ről most. Itt pedig az iMovix kameránk, ami ezúttal debütál szuperlassítással, ami alapján ugye még látványosabb a közvetítés. Ezt azért remélhetőleg megszokhatták már, hogy mindig készülünk valamiféle kis újítással, ami alapján még színvonalasabb tud lenni a közvetítés, remélhetőleg ez is majd még egy plusz adalék lesz. 14-0 a Wolvesnak. Na hát ez azért? Ez egy bejelentkezés. Szerintem ez egy elég erőteljesen odaállt a kapuba, és azt mondták, hogy ide mi játszani jöttünk, srácok. Ide mi nyerni jöttünk. Így van. De szép játékkal. Tehát azért az fontos, hogy kihasználták a lehetőségeket, és most pedig a Miskolc Steelersnél a labda, szó szerint is. Uribe, jöhet a visszahordás, de van-e ott még hely? Nem nagyon volt, ugyanakkor ugye lehet, hogy majd érdemes lesz nézni, hogy Lyons ott ugye az endzone vonalához rugdossa ezeket a labdákat, kicsit visszahordásra is kényszerítve az ellenfelet, de azért itt most összességében jobban járt Uribe azzal, hogy visszahozta nagyjából a 30 yardosig. Egészen pontosan a 28-asig. Hátról érkezett a szerelés, és kíméletlenül letarolta Uribét. Az előbb volt egy érdekes formáció egyébként, ahol fönt volt egyszerre Mitch Eaton és André White is a backfielden, ami egy meglehetősen erős backfield így már. Ilyenkor ugye Uribe nem lehet fönt a kettő importos szabálynak köszönhetően. White! Most nem tudták azonnal elkapni, viszont jönnek a Wolves játékosok segíteni. Madarasi is érkezett, Alvarez is érkezett. És ráadásul White-nak leesett a sisakja, hogy most le kell mennie egy játékra. Érkezik helyette Mitch Eaton, egy
céljukon próbáltak futni, és ugye nagyon szépen találta meg azt, hogy kettő darab úgynevezett armtackle, tehát kézzel akarták levinni André White-ot, és hát ez nem egyszerű feladat egy ilyen termető és sebességű játékosnál. Nézzük, hogy változik a játék akkor, hogyha Mitch Eaton áll fönt hátul. Hát ott azonnal elhal ez a futás. Két yardot küzdött ki belőle Pavlo. Hát ez így akkor nehéz lesz, nehezen fog haladni a Steelers, hogyha a futást ilyen szépen megállítják. Ugyanakkor azt is lehetett látni az elődöntők hétvégén, hogy ugye olyankor, amikor nem megy a futás, akkor André White kiáll slot elkapóba, és hát majdnem 90 yardot hozott abból is. És akkor itt van az a formáció, amiről beszéltünk. André White futójátéka, megvan a first down. Előtte pont egyébként Ethan ment blokkolni. Elindultak bal oldalra, és onnantól kezdve már White-nak nem volt kérdés, hogy a first down az meg lesz. Lushenko pedig még időben engedte el egyébként Lewis-t ahhoz, hogy ez ne legyen holding szabálytalanság. Itt pedig tehát az a technika, amit az imént már említettem, szuper lassított felvételekkel. Jöhet tehát az első kísérlettel a Steelers. Vágy pedig kínál kapóban. És valóban. Hátrébb is marad. Ugyanakkor Jordan indulna meg, de azonnal odaérnek rá. Szatunájára volt, aki levitte. Egy arra tudott kihozni belőle. Így tehát akkor nem lett szek. Legalább ennyit elkerült végül Vasil Jordan. Hasznos lehet az az egy yard még. Második és 9 jön. Nagyon érdekes lesz, hogy mikor lesz az első játék, amikor Uribe vagy White irányába néz. Jordan most azonban elindul egymaga. És a first down közelébe viszi a labdát, ugyanakkor ez még egy yardra van a nyalókától. Viszont átment először a mérkőzésen az ellenfél térfelére a Steelers. Ha jól számolom, a harmadik és egy egyébként, amivel az első negyedben szembe kerül a Steelers. Az ő játékuknál azért ez viszonylag rendszeres, folyamatosan darálva mennek előre futójátékokkal. Ugyanakkor nem feltétlen ez egy ideális szituáció, amivel szeretnék magukat belekergetni. Most viszont már bőven ott vannak, hogy negyedikre is neki tudnak menni. Jordan ezután most átadja White-nak. Sima first down, sőt, sőt, White elszabadul. Na, a vonal mentén, ettől függetlenül sokkal többet hozott ki ebből, mint egy szimpla first down-t. Megint csak White-on nem lehet felül kézzel csinálni szerelést. Nagyon szépen vágta magát keresztül azon a tömegen, ahol szembe állt vele. Itt már van egy érintés, de aztán utána ez sokkal komolyabb, hogy Madarasi Richard kezeit is leveti magáról. És hát akkor vörös zónán belül lassacskán. Ha jól látom, 25 yardoson, bocsánat. 0-14-nél Steelers szempontból. Jordan. Benyvesi. Öppől tasszal. Megvan az elkapás. Gyönyörűen tisztára játszotta magát Fenyvesi, aki aztán utána megkapta a kemény ütközést. Ettől függetlenül ez most már azt jelenti a Steelersnek, hogy gyakorlatilag zicserbe hozza magát. Kettő zóna közé. Ugye az első és 10-ben kiemeltük egyébként, hogy a zóna határokat nagyon szépen látja meg a 9-es miskolci játékos Jordan. És aztán utána hiába jön büntetni Mezei, az elkapás az már megvan. 5 yardra van az endzontól a Steelers. Ezúttal White futóban, de bent van Mitch Eaton is.
White kapja meg a labdát, és elvesztette a labdát! És a Wolfsé lesz a labda! Elvesztette a labdát! Darius Lewis azután, hogy visszahord egy interception utáni touchdown-t, labdát szerez! Hát ez nem semmi, nagyon kíváncsi vagyok a visszajátszásra. Lewis teljesen jogosan ünnepel a második drive, amit ő zár le. White toszba kapja a labdát. Ott esik ki a Nasti. Remek védekezés Bicskeitől. Ő volt az, aki kiütötte a labdát André White kezeiből. És aztán utána Darius Lewis szedi össze. Marad a 14-0. Bencsics. Kecser, nincs meg az elkapás, nem tudta behúzni. Ugye azért összességében nem egy könnyű helyzetből indul most a Wolves. De sokkal jobb helyzetben, mint a 14-7-nél támadnának. Kecser pedig elejti, ez nem jellemző azért rá. Ebben a szezonjában 6 touchdownja volt. A legeredményesebb Wolves játékosként érkezett erre a mérkőzésre, ugye ezt egyenlítette ki Darius Lewis. Bencsics! Eladja ő is! Jóhannes! Vieti vissza! Pick Six Steelers! Atyaig! Jóhannes Máté harmadszor a szezonban! Több pontot szereztek eddig a védelmek, mint a támadósorok. Koleszár Dávid szakértőnk. Csak hogy emlékezzünk, hogy mi volt az utolsó mondata a bejelentkezés előtt. A védelmek előlépnek, és Jónás Máté kisegíti a Steelers offense-t. Bencsics hátrafelé, Eleknek ez nagyon-nagyon hátul volt az a labda. Máté pedig nem kellett már sokat megtenni ahhoz, hogy egyébként az endzone-ba jusson. Zárkózik a Miskolc Steelers. És mind a két tárirányítónak előbb van interceptionje, mint passzoltás Dánia a Hungarian Ballon. Jónás Máté pedig azután, hogy touchdown szerzett, rúghatja az extra pontot. Még nem. Valaki, mint a bemozdult volna. Full start, offense 71-es, 5 yard büntetés, megismételjük a try kísérletet. Hátrébről mehet akkor neki ennek a rugásnak a Steelers. Azért még így sem szabadna gondot okoznia. Jónás tehát mind a 7 pontot megszerezheti. A Steelers 7 pontját, amit eddig felrakott a táblára. Megvan az extra. 14-7. Egy kis húza van, szerintem ez egyébként egy döntőn. Már ha nem kötelező, de biztosan, hogy belefér. Alaptartozék. Így van. A feszültség az biztosan. A harmadik interception után visszahordott touchdownja Jónás Máténak. Már a 2-vel is vezetett. Ezzel most pedig megerősítette. Abszolút. Nem neki van egyébként a legtöbb interceptionje, mert hogy ugye évek óta gyakorlatilag a legnagyobb labdalopó Németh Marci. Neki egyetlen pick-six-e volt, Jónásnak most már 3 ebben a szezonban, és összességében pedig a negyedik interceptionje. Nagyon kellett a Steelersnek a pontszerzés. Lélektanilag azért az, hogy 14-0, ráadásul kopogtattak ugye az endzone-nál, és onnan nem sikerült pontot szerezni. Most azért ez megint egy hullámvölgy lehet egyébként a Budapest Wolvesnak, vagy az első hullámvölgy lehet. Kicsit hasonló volt, mint a Tigers ellen. Nem tudom, emlékszel-e arra a mérkőzésre. Feljöttek. 2 three and out. Touchdown. 10-0. És utána Darius Lewis labdavesztése, és fordult egy kicsit a kocka. Igen. Hát most azért azt még ne kiabáljuk el, hogy itt most fordul a kocka, vagy sem. Az viszont biztos, hogy 14-7-nél teljesen más mentalitásban kell támadniuk majd. Egy touchdownos a különbség most már csak. És Bencsics Márknak pedig az interception után azonnal javítania kell. André White fogadja a pacsikat, mellette aggott Péter a jobboldali tackle.
egyelőre White nélkül szerzett már 7 pontot a Steelers. Mármint White touchdown nélkül természetesen. Így a helyes. Jöhet most a Wolves. Visszahordása. Gyecser. Nagyon szépen nyílt neki a folyosó egyébként. Akár ebben több is benne volt. De azért az is eléggé szép teljesítmény, 44 yardosról fog tudni majd támadni a Budapest Wolves csapata. Kihozta a 40-esről is Gecser, egészen pontosan a 44-esről indíthatja a Wolves a támadását. Nagy szerelést kapott. Szűk másfél perc van még hátra. Időkérés. Első negyedből. Steelers oldaliból egyébként az időkérés. Nincs itt, időkérés, látott valamit. Steelers, első csapat időkérés. Hátlév idő 1 perc, 22 másodperc. Közben egyébként ugye 70-es számmal bukkan fel egy játékos a támadó falban. Akkor ő Jefer Rahimov. Ez majd mindenképpen érdemes lesz nézni. Ő az, akiként Imbricskót számában próbálja pótolni, hanem is center pozícióban. Ugye nem most lesz majd ez érdekes, hanem majd amikor a Miskolc Steelers támadó alakulata van fent, most azonban a védelme. És ugye Stadler Daniellel, aki szintén kiszállt az elődöntőben, de szerencsére ő azért itt tud lenni. Nem volt olyan súlyos a sérülése, amely kiírta volna erről a fináléról. Lenner futás! Itt sem sokan múlt egyébként, hogy a második szintre szabaduljon. De aztán Bence Balázs kezei között találta magát. Darius Lewis egyébként fönn volt a pályán elkapóban, és Bence is el is játszotta, hogy neki fogja majd passzolni a lasztit. Bence is még pár utolsó módosítást. Második és 8 jön tehát, Lewis van fent a pályán. Ő ment át egyik oldalról a másikra, egy shovel pass, mégpedig Lenner találja meg ezzel Bencic, és ez egy jó játék volt a first down-ra. First down is egyébként Lenner egy nagyobb szeletet vesz egyébként ki ebből a mérkőzésből, mint amit egyébként mondjuk számítottunk volna. Ő aztán abszolút, ahogy említetted, playoff módba kapcsolt. Elek azonnal föltette a kezét. Hamarabb indult 5 yard a büntetése ezzel. Full start, offense 89-es, 5 yard büntetés, ismételjük a kísérletet. Lehetséges, hogy Bencic már karja, az túl erős most ahhoz, hogy ilyen kis távolságot tegyen, és az 5 yard, az pont kell ahhoz egyébként, hogy megfelelő helyre tudja szúrni a disznóbőrt. Hát az eddigi szezonja alapján bármi elképzelhető, azért ez a 20 passzol touchdown, ez igencsak tekintély parancsoló, nagyságrendileg egyébként Jordan volt hasonló magasságban tavaly, most azonban hiába volt a versenyfutás, valóban kellett egyébként a hosszú passz, szép volt Zahó, viszont az elkapás nem jöhetett össze. Közben egyébként úgy láttam, hogy Bencicet megütötték a játék után, vagy hát a dobás után. Sárga zászló van a pályán, lehet, hogy ennek szól. Personal foul, chop block, offense, 21-es, 62-es, 15 yard büntetés, megismételjük az első kísérletet. Ez a chop block, ez azért a Wolvesnál előtérő probléma. Lenner, ezúttal az egyik elkövető, Migály Gergely a másik. Hát szerintem elengedte ott már egyébként, Stadler Dániát 90-essel kell figyelni, egyébként Migálynak befelé megy, és ott egyébként ő már valószínűleg elengedi, amikor Lenner érkezik mélyen, hát... Kérdéses, hogy ez most jó bíróítélet volt-e, de ezt nem amit posztunk megítélni. Minden esetre ugye ez egy extrán büntetett szabálytalanság, tehát 15 yard mínuszt ért. Viszont elképzelhető, hogy előré passzolt Bencic, és erre jön most az ászló.
Igen, hát átlépte a Lions scrimmage-et, igen. Ugye egyébként Breznai Endre a videó, Judge, aki azonnal mondta, hogy nem kell egyszerre megtörténni ennek a kétszerelési kísérletnek a csóbloknál. Köszönöm. Offense, hármas játékos, 5 yard büntetés, második kísérlet következik. Ugye ilyenkor átlépi azt a vonalat, amit nem szabad, ami mögül, ugye a labda vonalát, ahonnan elindul. És Bencsics ezt most nem nézte ki jól oldalt. Első és 35 lesz ezzel. Viszont ritkán hallottunk azért ilyet, hogy a következő játék az első és 35-höz. Ugye itt ezt a vonalat mi sajnos nem látjuk, de ettől függetlenül már is gyanús volt, hogy átlépte. Na, még valami. Érzed azért ebben a támadó sorozatban azt a hullámvölgyet, amiről beszéltünk? Az első negyednek közben vége? Érzem. Igaz, első negyednek. Érzem. Az első negyednek közben vége van. Hát a 14-0 után a Steelers felkapaszkodik, és egyelőre úgy néz ki, hogy egy szenvedősebb Wolves drive-ra kárhoztatja a farkasokat. Innen következik a második negyed nem sokára. Ezen kibontakozó Wolves drive-val folytatódik a második negyed, de talán közelebb állunk a valósághoz, ha azt mondjuk, hogy visszafejlődő Wolves drive-val, mert hogy egyelőre nagyon nem úgy haladnak, sőt, ugye elég jelentős mínusz yardokat nyeltek be itt az első negyed végén, úgyhogy egy kis zavarodottság 14-0 után azért érzékelhető, ráadásul sokkal-sokkal több lett az ászló is. És ez most megint hátrafelé fog menni Wolves oldalról. Illegál snap, offense, 70-es játékos, 5 yard büntetés, ismételjük a második kísérletet. Gombos Dávid, a center, szabálytalankodik ezúttal. Hát ez akkor most már második és nagyon-nagyon-nagyon rengeteg. Második és 40? Hát lehet itt több. Azt a mindenit. Hát lehet, hogy ennek a támadáshoz a vége punt lesz. Lehet, hogy ott lesz a punt vége, ahol egyébként ahova el kéne jutnia a first down-nal a Wolvesnak. Második és 40. De hát, ha látunk egy villanást, Alvin fut. Sárga zászló most is van. Az egy holding lesz érzésem szerint. Akkor legyen ez a második és 50. Van itt még. Licit? Van itt még. Ki csapja le? Hát, lassan ott tartunk egyébként. Holding. Offense, 64-es játékos, 10 yard büntetés, marad a kísérlet. Gorzás Benedek, a holdingot elkövető játékos, a Wolves jobboldali gárdja. Szóval 32-esre kéne eljutni, és ha jól látom, akkor most már a saját 20-asukról kezdik, 19-esukról kezdik majd. Igen, az ellenfél 32-esére kellene eljutni, a saját 19-esről, hát ez elképesztően sok. Időkérés közben. Steelers a büntetést nem kérte, harmadik kísérlet következik. Közben időkérés, Wolves első csapat időkérés, 11 perc, 52 másodperc állt elévédő. Nem kell trükközni, nem kell túl gondolni. Csak csináljuk meg. Higgadjunk le, csináljuk. Igen, kicsit rossz. Mi van a lécsóval? Jó, figyelj! Az van, hogy hirtőnél a motion kegyében kevesebb marad a futás oldalon, inkább ott tart, hogy itt a gyenge van. Szép, aha. Nem, mert ott van az izé, a linebacker is. Jó, figyelj, srácok, az izét fogjuk csinálni, csinálunk egy titán jobb, és abból csinálunk egy azért az, hogy ekkora tét mellett egyébként itt látható a csúcs technikánk. Szóval, hogy ekkora tét mellett azért ilyen lazapoénos, van kis önirónia is benne. Srácok, rossz irányba haladunk. Ezt meg kéne változtatni. Ugye Bencsics Márk volt az. Ugye semmi egyébként egy hangos
szó, egy rossz szó sem hangzott el az időkérés alatt, ami azért nyilvánvalóan lehet az olyan hatású, hogy most a játékosok ettől nem törnek össze, hanem megpróbálják kijavítani az eddigi hibákat. Egyébként ez már tapasztalható volt korábban is ilyen nehezebb helyzetben, hogy Kovács István nem ordibál, nem kapja le a játékosokat az összes körméről. Ugyanakkor nyilvánvalóan ez a first down nem lehetett meg, egy jobb pántolási helyet tudott magának össze serénykedni a Wolves ezúttal. És a végén egyébként láthattunk egy nagyon szép ütközést, ahol Mitch Eaton és Alvin Reels találkozott. Magyarország kettő legjobb, vagy magyar pályákon kettő legjobb linebacker. Azért ez egy, na, ez egy szép találkozó. Nagyon rossz Csaba, pántja következhet, ezúttal nincs trükk. Gyakorlatilag pont a fél pályától kellett pántolni, és... Nagyon szép pánt. Igen, csak szép pánt lett. A tízesen belülre rakta Majoros. Érkezhet tehát a Miskolc Steelers támadó alakulata, és az egyenlítések mennek, ez egészen biztos. De ez hosszant kéne haladni. Bizony hosszan, több mint 90 yardot kellene megtennie. Így a Miskolc Steelersnek, viszont most már ugye olyan lelki állapotban, hogy egyszer azért nagyjából ők is végigmentek a pályán, még hogyha nem is az offense fejezte be a támadást, de összességével lett belőle pontjuk. Hát akkor nézzük, hogy White futással kezdenek-e. Erre az esélyt megteremtették azzal, hogy White ott van a pályán, és White meg is kapja a labdát. A futójátékot viszont meglehetősen hamar lekapcsolják eddig. Tetszik neked a Wolves felkészülése André White-tal szemben? Igen, összességében szerintem szépen próbálják limitálni. Egy kicsit más egyébként az a taktika, amit ők alkalmaznak attól, mint amit a Cowboys alkalmazott. A Cowboys nagyon szerette volna azt, hogy a line of scrimmage-re rögtön irányváltásra kényszerítsék, még a Wolves tömi a lyukokat, és nem problémázik abból, hogy 3-4 adok halad egyébként White. Ami mélyen átlag alatti teljesítmény tőle, lévén, hogy több mint 8 yardot átlagolt futásonként, egészen embertelen. Több mint 1200 futott yardja volt az összes mérkőzés tekintve, és egy kulcsszerelés Reels-től. Hát ott már nem sokan voltak, hogyha Alvin Reels is elvéti. Reels azonban belülről ért ki nagyon szépen. Hát egy belső linebacker csinálja meg szélen az oldalvonal mellett a tackle-t, azért ráadásul másik oldalról érkezve. De nagyon könnyű megkülönböztetni Reels-t a szereléséről folyamatosan. Ugye nagyon be van öltözve, és hát brutális az a dinamika, ahogy ő berobban és ütközik. Most is egyébként, ahogy a képernyőn egyszer csak megjelent, már is el tudta kapni André White-ot. Hát ők ketten megkockáztatható, hogy a HFL két legjobb importja? Így van. Szerintem ez nem is kérdés igazából. Mind a ketten meghatározzák egyébként csapatuknak a sémáját. Uribe pedig jelentkezik. Igen, megvan az első elkapása, ugye ez a második negyedig váratott magára. Az első, amikor felé nézett Jordan, labdavesztést eredményezett, viszont a bizalomvesztés úgy néz ki, hogy nem hosszú életű, és ezúttal most be is húzta Uribe. Pociban nagyon fontos az egyébként, hogy rögtön a következő játékra gondolj, és az nem fér bele, hogyha mondjuk egy elkapó a fejében az van még mindig, hogy na hát felütöttem azt a játékot, és ezzel visszavittek egyébként egy touchdown. Ha ez benne maradt volna Uribében, akkor az végleges lehet egy ilyen mérkőzésen. Mert hogy Uribére is még azért nagy tettek várhatnak ezen a mérkőzésen. White táncol egy kicsit, és first down-t hoz ezzel. Fiatal szurkolók is figyelik a tekinteteket. Igen, és nagyon-nagyon szépen megtelt a Susa Ferenc stadion. Ugye annak ellenére, hogy VB vagy akár Wimbledon, azért ez nagyon-nagyon jó látni, hogy ennyien vannak. A hivatalos nézőszám egyébként 3700, egy kicsit elmarad a tavalyi MTK-tól, de azért ugye egyrészt az, hogy később tudtuk meg a helyszínét, másrészt pedig azért vannak ugye azért konkurens sportesemények. Én azt hiszem, hogy összességében azért erre büszke lehet erre a nézőszámra a Magyar-Amerikai Futball Szövetség. Hopp, és elhozott labda! Adja Jordan! Homoki kezében a labda! Megint
lehetette volna. Eladja Vasil Jordan a második interceptionje a meccsen. Homoki Gergely szedi össze ezúttal. Homoki nagyon jó pozícióban volt, érzésem szerint egyébként Fenyves még beerőltette ezt a labdát oda. Nem volt igazán szabadon, és valószínűleg nem is látta egyébként Homokit, aki nagyon szépen lép be a passz útjába. És Uribe kapcsolja le aztán. Hát eddig védelmi oldalról Darius Lewis interception után visszahordott touchdown és fumble, amit összeszedett. Kierőszakolt fumble Bicskeinél, és Homokinál egy interception. Azért ez elég szép. És még mindig csak a második negyedben tartunk. Az első fél időt meglehetősen ledominálta a Wolves. Közben láthatjuk a Miskolc Steelers alelnökét, Nádi Gyulát a lelátón. Ez pedig first down térközben a Wolvesnak. És igen, kopogtatnak most már a red zone határában. Közben Katona Dániel szerkesztő kollégánktól kapjuk az információt, ami neked is majd nagyon fontos. Gecser Máté tércarak sérülése miatt nem jön már vissza a mai mérkőzésen. Ez kritikus. Gecser egyébként az egyik legmegbízhatóbb célpontja volt eddig Bencsésnek a szezonban. Elek mellett nagyon szépen kapott lehetőségeket. Hát nem véletlen akkor, hogy mind Madarasi, mind egyébként Darius Lewis fönt van a pályán szinte folyamatosan. Futójáték közben. Lenner! Lenner! Ott kifelé vág, és az vajon rövide vagy, megvan! Egyelőre a játékvezetők azt mutatják, hogy rövid. Hogy rövid. Vajon érdemes-e visszanézni? Ilyenkor Breznai Endre azonnal nézi a visszajátszást és segít a bírói stáb tagjainak. Lenne, na nézzük! Már érzi, hogy közel van. Nem. Nem. Hát, már lent volt a keze. Viszont ennek ellenére Bencsic azonnal elindítja, és touchdown Wolves! Madarasi, és nem Richard, hanem Kristóf. Hát ezzel akkor rögtön 21-7. Még 20, az extrával lehet 21. Egy rövid passzjátékot láttunk, ahogy egyébként Bencsic olvasott. Ugye, hogy leadja a rendernek, vagy sem. Harmadik társdánya Madarasi Kristófnak, aki az előző szezonban sérülés miatt nem volt ott a Wolvesban. És látható, hogy még egy plusz opció, hiszen az elkapott társdánokban azért elő-elő kerül a neve. A harmadik ugye neki a szezonban, és itt a döntőben tehát ő is eredményes. Miközben jó volt az extra 21-7-re, ahogy mondtad, és most már hivatalosan is meglép a Wolves. Nagyon-nagyon üresen marad, és behúzza. Ugye testvére Richard az, aki a defensive back-ek között játszik a Wolvesban. Ugye neki is van egyébként touchdownja. A testvérpároknál azért ebben a HFL-ben unikum. Hát igen. Korábban egyébként ugye németék voltak az, akik testvérként egymással válvetve ott mindenketten a védelemben villogtak. Hát ugye Bence és Marci. Már Belgiumban. Igen. Marci ettől függetlenül megcsinálta a magatás dányát a szezonban. De ugye testvér párként ebben a szezonban csak a madarasi tesók tudtak touchdownt szerezni. És hát egyébként rögtön jelzi is nekünk, hogy Gecser sérülésével ő föl is lép egyébként, és nem jelentett problémát a Wolves kispadjának azt, hogy őt pótolják. Ugyanakkor azért egy nagy vérveszteség, ez biztos. De Madarasi rögtön pont szerzése jelentkezik. A Lions azután, hogy berúgta az extrát, ezután most kirúg. Uribe kezében landol végül a labda, pedig Battle is ott volt. Uribe, hát arra nem jó az irány, úgyhogy összességéből még a 20-asról sem tudta kihozni a labdát Mauricio Uribe. Igen, egy kicsit furcsa volt, de mind a ketten a labdára mentek volna, ugye azért ilyenkor rendszeres az, hogy a kettő hátsó visszahordóból megvan, hogy ki az, aki kiabálja, hogy ez bizony az enyém lesz, vagy hogy a tiéd. Hát most ez nem volt megfelelő a kommunikáció. A Kansas állambeli Ottawa Braves együttesével játszott egyetemi szinten
ott is folyamatosan használták egyébként visszahordóként Uribét, bő 20 yardot átlagolt abban a bajnokságban, és aztán ugye a tengeren túlról jött át azonnal ide gyakorlatilag. Jöhet át megint a Steelers, és hát most már Jordannek bőven van olyan, hát baki sora, amit meg kellene próbálni kijavítani. Az előbb beszéltünk róla, hogy Bencsics, Márk és Jordan még nem dobott touchdown-t, és az interception már igen. Hát Jordan egy interception-t rakott ehhez hozzá, Bencsics pedig egy touchdown. Így van. Valószínűleg jobban örülne az ukrán származású játékos, hogy ez fordítva lenne. White azonban hozza tőle megszokottat. Lewis-szal találkozik a szélen, de hát ez már egyébként 9 yard után volt. Második és egy. Itt pedig Lewis. Egyelőre a mérkőzés. Hát talán legnagyobb hőse. 6,5 perc van még hátra a fél időig. Uribe gyorsan megkapja a labdát, és ebből megvan a first down. Nagyon megiramodni nem tudott, köszönhetően annak, hogy Mezei utána vetődve kapta el. Fenyves egyébként nagyon szépen blokkolta ki Hunkát oldalt. Ez megteremtette a lehetőségét annak, hogy Uribe menjen. Itt láthatjuk a blokkot, és onnan már csak a Fenyvesin védekező Mezei volt az, aki oda tudott érni, de hát ez már nyilván eléggé későn volt. Érkezhet is akkor egy újabb Vasil Jordan támadás, első és 10-zel. Leszív is, illetve White is ott van a pályán, White kapja ezúttal, és megint hamar sikerül őt megállítani és limitálni, ugyanakkor sárga zászló is röpül. Afal. Face mask, defense, 91 számú játékos, 15 yard büntetés, automatikus első kísérlet. Tehát face mask, szabálytalanság. Meglehetősen sok sárga zászlóval játszik egyébként a Budapest Wolves. Egészen sokat összegyűjtöttek, és ez például egyébként fegyelmezetlenségből jött az előző drive-ban. Egy face mask nem feltétlen fegyelmezetlenség, ezt azért hozzá kell tennünk, könnyen lehet, hogy csak a keze úgy csúszott és úgy rántott egyet. De a 15 yard a nagyobb pályó szakértőnk volt az, aki összeszedte a büntetéseket a szezonra nézve. Összességében ugye a felvezető műsorban mutattuk meg, aki nem látta, annak pánhatja. Pánhatja, mindemellett de gyakorlatilag az ő statisztikai lapjával megegyezik ez, hiszen ugye a Wolves-ra dobtak több zászlót alapvetően a játékvezetők a szezonban. Jordan megiramodott egymaga. És ez egy 3 yardot hozzá is tett a csapat a teljesítményéhez. Az ellenfél 41 yardosán van a Steelers, és nagyon fontos lenne valahogy egy labda birtoklásnyira visszajönni, hiszen ugye a miskolciak vezethetik majd minden bizonnyal a második félidő első támadó sorozatát. Akkor azért nem lehetnek annyira nyugtalanok még, de csak úgy, ahogy a Tigers, a Steelers is folyamatosan hátrányban kell, hogy játszon eddig. És az ő játékosnak egyébként nem feltétlen fekszik. Jordan megpróbálna kimenekülni. Hát elég mostoha sors várt rá ebben a játékban. Turzó Márkot emeljük egyébként ki, aki rögtön ott volt, és már is gátolta az útját az irányítónak. Ha ő nincs ott, és nem lassítja le, akkor könnyen lehet, hogy ez egy veszélyesebb játék lett volna, így viszont egyébként hagyott időt, hogy a srácok odaérjenek. Hát ebből egy szek jött össze. Itt láthatjuk Turzót, aki csak lelassítja Jordant, és utána viszont jönnek a haverok. És hát jön egy 3. és 8. Nem egy könnyű helyzet, ugyanakkor hogyha mondjuk azt számoljuk, hogy a Steelers esetleg bevállalós és negyedikre is neki megy, akkor nem biztos, hogy ezt a 8 yardot egy kísérletből kell megcsinálni. Nincs ettől kérdés. Függetlenül nincs kérdés, megcsinálják egy kísérletből André White. Ugyanezt a játékot játszottuk egyébként, amikor Mitch Eaton ment blokkolni White előtt, és hát onnantól kezdve már nem volt kérdés egyébként, hogy meg lesz-e. Olyan szépen blokkolt kifelé.
ellátásival viszi az egyik oldalt. A Mezei oldalt. Márk megint megcsinálja a szerelést. Nagyon fiatal játékosról van szó egyébként, aki nagyon szépen mozog a pályán. Defensive backként nagyon-nagyon sok helyre ér oda, és nagyon agresszívan tud jókat ütni. És hát nagyon kellett a Wolfsnek, ez most már látszik az ő, illetve Hunka jelenléte a defensive backek sorában, hogy ne csak azért ugye az import erősítést emeljük ki, mert hogy komoly magyar erősítésekkel is észrevétette magát a Wolfs. Ethan meglehetősen érdekes mozdulattal, aztán utána lehet, hogy már egy kicsit későn lökték, a játékvezetőknél nem ért zászlót a dolog. Ethan egy kicsit azért úgy nézett oda vissza a játékos ellenfelekre, hogy mintha késői lett volna, de nem. És megint csak Mezei volt egyébként, aki még rásegített egy szép ütéssel. Bicske is, Hunka is ott volt. Szűk 3 perc van még hátra. Második és 11-en jöhet a Steelers. A 30-oson belül már. És lehet, hogy már azzal is igyekeznek egy kicsit játszani a miskolciak, hogy minél kevesebb időt hagyjanak a Wolfsnak még egy támadó sorozatra itt az első fél időben. Hát ha valamire alkalmas egyébként az offense, akkor az az, hogy szépen őrölje fel az órát. Itt pedig egy beugrás, jól érzem akkor Wolfs részről, bár... Már nem először, hogyha ez valóban beugrás. Most ágézás után látok. Egy bírói diskurzus. Nem látok sárgát viszont. Igen, a pályán, az azért furcsa. Kovács István is fürkésző tekinteteit a zebrákra viszi. És volt második kísérlettel folytatjuk. Nem hallottuk teljes mértékben a bejelentést, sajnos. Az elejét talán... Erre kíváncsi lettem volna, hogy mit mondta egyébként, hogy miért nem. Ha más nem, akkor a videóbírónak a véleményére lennék kíváncsi egyébként, hogy vajon miért nem volt ez szabálytalan. Addig is, hát akkor érkezik egy második és 11. Érdekes mindenképpen, hogy ezúttal akkor a második és 11 marad, tehát gyakorlatilag itt egy játék így ilyen fantom maradt. Jordan, leszívnek pontatlan. Körülötte azért voltak, de egy 3-4 arra biztosan jó lett volna. Lehet azért, hogy most már field goal távolságba szeretnének eljutni ugye a tilos mezesek. Volt az alapszakasznak olyan periódusa, amikor leszív irányába 7 labda ment. És hát 7 elkapása volt, bocsánat. És ebből 4 touchdown. Ó, meglehetősen jó átlag. Elég szép. Ugye azért egy ilyen fullback jellegű játékos. Elsősorban azért az endzone környékén szoktak használni. Már, és akkor most 3. és 11-re nézzük, hogy kifelé fog nézni majd a 9-es Jordan. Jordan. Sok ideje van. Szépen megvédték. Uribe! Az könnyen lehet, hogy first down. Megverte Uribe most 1-1-ben Darius Lewis-t. Itt van 8-assal. És Lewis mozgása kicsit érdekes volt. Mint hogyha nem tudta volna ebbe a játékba 100%-osan beletenni magát. Lássuk még egyszer. Igen, egy kicsit rossz szöget választott. Turiba pedig egyébként, hogyha itt nem csúszik el, akkor Madarasi viszi csak le, meg még egy 3-4 yard. Így is egyébként. 2 perc hátra lévő idő. Így is egyébként akkor első és 10. Első és 10, és egyelőre azért nem játszik rosszul az idővel a Steelers, mert ott van a 12 yardosán a Wolfsnak. 2 perc van még hátra, egy kicsit még talán el tudják gyömöszölni a labdát. Még nem is kell azonnal ebből a 3 kísérletből touchdown-t csinálni. Úgyhogy összességében, ha nagyon taktikus lesz a Steelers, akkor és touchdown-nal viszi végig ezt a támadást, akkor feljöhet mínusz 7 pontra, és kezdheti a második félidőt. Ez ugye egy nagyon ideális megközelítés a miskolciak szempontjából.
Valószínűleg ez a cél, igen. Wolves időkérés. Időkérés Wolves. Második csapat időkérés. Hátlai idő 2 perc. Run with the base defense. Balu on the line. Föláll a balu a vonalra, hogy a Micsi tudjuk kezelni. Na akkor nem tudsz, de akkor marad, nem. Most mi van? Rizm vagy kell baseball? Ugye, trójaiba megyünk, hogyha center hatnak. Trójaiba megyünk a center hatnak, és a titanre hívjuk az erősen. Ne hozzanak pontot, srácok! És azt szeretném kérni, hogy egy Mike Pinch menjen be, de kőkemény. Jó, Mike Pinch. A Micsi van fönt, ütösd, tojjad. Három a defense, egy, két, há! Defense! A Micsi van fönt. Valószínűleg wide futásra készülnek egyébként a farkasok, akinek egyébként 11 futásból 95 yard született az első fél időben. Hát ez az a teljesítmény, amiért egyébként azt mondjuk erre a srác, hogy közel UFO. Amit pedig biztosan mondhatunk, hogy helyvilági, hogy ilyen játékos még nem látott Magyarország. Oda Gábor, a elnöke, Grácz Vilmos, két jobb szélén, magyar válogatott szövetségi kapitánya, aki ugye már szintén mint szövetségi kapitány természetesen már elkezdődik majd a felkészülés a válogatott mérkőzésekre. White! Touchdown Steelers! Nem nagyon teketóriáztak, nem nagyon gyömöszölték az időt meg a labdát. Egy kísérlet, White futás, touchdown! Ezzel pedig akkor választ kaptunk a kérdésre, hogy 100 yard fölé megy a White és touchdown szereze. Mind a kettőt most bebiztosította. De alapvetően egyébként André White-ot egy touchdownon tartotta a Wolves az alapszakaszban. Ugye három touchdown szerzett a Steelers, White ebből egyet, Ushenko és Fenyvesi a többi touchdown-t, és összességében gyakorlatilag White-nak nem volt alapvetően yardokban sem annyira kimagasló meccse. Hát most egyelőre nehéz őt megfogni. Jónás extra pontja, és ez jó, 21-14-re zárkózik a Miskolc Steelers. És most lesz az hátralévő idő érdekes. 1 perc és 52 másodperc. Hibánni sem lehet egyébként ennél jobb 2-minute drillt. A Wolvesnak egy megcsinálható kihívás. Ugyanakkor itt jön elő az, hogy ez a kettő darab időkérés. Az egyik ugye most volt az előbb pont a touchdown előtt. A másik pedig egy pszichológiai időkérés volt akkor, amikor éppen első és 129 yard volt a távolság. Ezek most megbosszulják magukat, hiszen azért az amerikai futballban az időkérés az egy taktikai jellegű dolog is az óra megállítására. Az viszont biztos, hogy André White minden HFL mérkőzésén 2018-ban touchdown szerez, és ez most már egészen biztos, egészen fantasztikus. Összességében a 17-et a szezonban úgy, hogy a második legeredményesebb Troy Rice 9-szer. Szegény nem létált a 2-1-et, White pedig azért egy kemény második fél idő, hogyha fölmenne 20-ig, akkor lehet, hogy... Ugye azt hiszem, hogy majd ejthetünk pár szót arról, hogy MVP. Hogy vajon miért nem André White az MVP? Könnyen lehet, hiszem, hogy érdemes lenne beszélni. Erre meg fogjuk találni az időt, és nem is biztos, hogy csak most a közvetítésben... Egy rövid labda! Egy rövid labda! És az a Steelers-é! Az a Steelers-é lehet! A Steelers-é a labda! Hát akkor nem a Budapest volt az ötjét. Az onside kick! Jónás Mátétól! Összeszedi a labdát a miskolci csapat! És alig több, mint egy fél pályát kell menni, szűk 2 perc alatt. Kirúgáshoz hozzáért a visszaordó csapat egy játékosa, ezért first down Steelers. Micsoda fordulat így a második fél idő, vagy az első fél idő végére.
Most azért volt egy meglepő húzása a Steelersnek, amire a Wolves nem volt felkészülve. Ez az onside kick. Ott van, amikor már Wolves játékos érinti a labdát, Jonas zavarja Sattelmeyert talán, és a Steelers pedig megszerzi. Igen, Sattelmeyert. Jordan egyedül áll a backfielden. 53 yardot kell megtennie a Steelersnek az egyenlítésért. Most sietetik. És ez pontatlan. Leszív irányába ment a labda. Most már egészen más a kiinduló pont. A Steelers az egyenlítésért mehet, hogyha egyenlít, kezdheti a második fél időt. Na hát az egy igazi nagy fordulat lenne, hogyha most esetleg touchdown tudnának szerezni. Egyébként Holt most nem leszivál ezen a pozícióban, akkor könnyen lehet, hogy ez egyébként egy elkapás, és akár több is. Ezért a meglehetősen testes 31-es játékos nem feltétlen a legjobb mélységi célpont. Nem annyira hosszú karú. Második és 10. Jordan gyorsan kidobja oldalra, Ushenko, akit azért általában ebben az alapszakaszban hiányoltunk. Nem volt annyi elkapása, nem volt annyi kimagasló meccse, pont ugye a Wolves elleni az egyedüli elkapott touchdownja Anton Ushenkónak. Ushenko tavaly egyébként még a slotban játszott, tehát egyel beljebb, abban a pozícióban, amit most Fenyvesi birtokol igazából, és a labdák száma is egyébként felemegy, az emiatt csúszott lejjebb. Igen, ugye ő azért nem az a klasszikus wide receiver, szélső elkapó, ráadásul ugye, ahogy említetted, Ushenko, amikor tavaly slotban volt, ugye tight end gyakorlatilag, tight endként használták. Most nyilván ugye Troy Rice és AJ Benson távozásával a kettőt import elkapóból egy lett. Nyilván valaki kellett, és ez Ushenko volt. Ez viszont egy remek védekezés. Turzó Mark Benjamin. Nem először mondjuk az ő nevét, és nagyon szépen érkezett. És kíméletlenül a földre parancsolta Jordant. És pörögnek a másodpercek, miközben a Steelers azért nem siet. Hát most már nem. Negyedik és nyolcra. Hiszen negyedik kísérlet lett. Negyedik és nyolcra, ahogy mondod, és a félpályán vannak. Úgyhogy összességében így az onside kick olyan sokat nem ért. Annyit talán egyébként, hogy lecsaltak egy bő percet a Budapest Wolves támadóitól. Közben egyébként ez ugye a punt formációja a Miskolc Steelersnek. Erre készül a Wolves. Időkérés, Wolves, harmadik, utolsó csapat időkérés. Hátlő idő, 57 másodperc. Nem küldtünk be visszahordót, úgyhogy a Darius visszahúzódik, két korner, a két korner emel, a két safety, egyik korner, meg a mezei a két korner emel, a madarasi és a balú a két belső elkapó emel. Hogyha nincs belső elkapó, akkor beljebb csúszol és a váltra figyelsz, jó, világos? Most csak két protektorral nyomják, ennyi a különbség ahhoz képest, mint amit gyakorol. Let's go deep. Ugye látjuk, hogy kicsit máshogy kell azért hozzáállni a Miskolc Steelers punt formációjához, mint más punt formációkhoz, és ennek elsősorban az oka egyébként, hogy Bassi Jordan el hátra pantolni. Miközben szuper lassításokból egy teljes montást látunk ki. Nagyon jól néz ki, igen, most már ezt ki kell jelenteni. És akkor nézzük, hogy mennyire fog jól kinézni ez a Miskolc Steelers punt. Darius Lewis várja a labdát. Jordan. Nagy a punt. Lewis pedig megkartja. Visszahordja. Ott arra nincs út, még White is. Ott van bent, és végül ő az, aki leviszi a honfitársat. 43 másodperc, és nincs időkérés. Ez az, amire egyébként nagyon jó volt az onside kick, mert így azért jóval nehezebb a dolga a Budapest Wolves támadó alakulatban. Akkor mennyi lehet benne a támadó alakulatban? Mi lehet az a stratégia? Erőlteted? Szerintem meg kell próbálni igazából, de az se baj, hogyha itt egyébként konzervatívabban, lazában állnak hozzá, egy társadalmas előny megvan, ne adjuk el a labdát,
Én azt gondolom egyébként, hogy meg kell csinálni, neki kell menni, hajtani kell. Már csak azért is, hogy a játékosok mentalitását a második fél időre már most építsük, hogy nem veszük le a gázpedálról a lábunkat, megyünk, csináljuk. Bencsics. Lennert találja meg, aki gyorsan veszi az útját az oldalvonal irányába, hogy megállítsa az órát. Ebből azért olyan nagy játék nem jöhetett össze. Valószínűleg az a mentalitás egyébként, hogy nézzük meg, hogy mit ad a védelem. Ha nagyon a mélyre fókuszálnak, akkor ebből nem lesz most már egy hosszú drive. Bencsics. Madarasi. Kristóf természetesen, és lép ki oldalt. Madarasi egyébként pontosan abban a pozícióban játszik most, mint amit egyébként Gecser szokott játszani. A legbelső slot, akit a kifele útvonalakkal, kis rövid passzokkal tömnek. Miközben harmadik és három. Bencsics. Jó az elkapás. Flaskai kapta el a labdát. A fiatal játékos. Junior korú. Így van, hozzáteszi tehát ez a döntőhöz. Az egy elkapását most. A first down megvan. És az óra is megállt. Saját 42 yardosán a Wolves. Na vajon tényleg, ahogy mondta, dob-e valamit a védelem. Bencsics ezt most hosszabban indítja el, nem sikerült behúzni. Jónás volt ott az emberén, és Elek Ádám azt mutatja, hogy egy kicsit hamarabb is értek hozzá, mint ahogy ő az elkapást megcsinálhatta volna. Érzésem szerint ez most jogos egyébként, minthogyha egy kicsit hamarabb ért volna oda. Jónás ugye egy comeback útvonalon, igen, az jóval hamarabb oda. Igen, igen. Az egy lökés volt. Úgyhogy itt most egy zászló, ott már lehet látni a lökést, és csak azután jött a labda. Ez ténylegesen elkapást akadályozott meg, ez a védelmi momentum, úgyhogy itt most elmaradt egy zászló, 19 másodperc a hátra. Futás. Lenner középen átér a Steelers tér felére a Wolves. Lesz-e még ebben valami? Ugye itt már nem áll meg az óra. És akkor török tovább. Bencsics. Gyorsan oldalra. Madarasi. Sárga zászló van a pályán. És meg egy pár másodperc az órán. Talán egy játéknyi ideje lesz egyébként még a Wolvesnak. Nézzük mi a sárga. Illegálmen downfield, offense 75-ös játékos, 5 yard büntetés, marad az első kísérlet. Dr. Vági Ádám szabálytalansága, ugye a támadó fal a Wolves részéről, és akkor valószínűleg ez az a szabálytalanság, ami minden lehetőségét elveszi a Wolvesnak arra, hogy itt még valami pontszerzés legyen ebben a fél időben. Vissza a saját térfére, 5 másodperc van hátra. Hát ha csak nem, ugye megint arról van szó, hogy Bencsics karja. Dobott óriás itt a Tigers ellen, széllel szemben, orkán erejű széllel szemben. Jelek Ádám első elkapott touchdownjáról beszélünk. De vajon most benne van-e ez a szándék? Lenner! Hát elég nagy az útja, meg elég komoly yard mennyiség megnyílt előtte. Sárga zászló van egyébként a pályán, miközben a labda is kijön. Ez már lehet egyébként, hogy a földön volt, ami kiesett a kezéből. De hallgassuk akkor Krucs Rolandot. Holding, offense 73-as játékos. A vétlen csapat a büntetést nem kérte. Vége van a negyednek. Tehát akkor vége ezzel a negyednek, egyben a fél időnek is. Hát... kicsit sok lett azért a szabálytalanságunk, miközben itt van az, ami a végét jelentette, de összességében azt hiszem, hogy egy igen izgalmas döntőt kaptunk. Nagyon. És hát ebben meg csak izgalmasabb lesz egyébként az a pillanatban, hogy mondjuk a Miskolc Steelers fölmegy, és megint játszik azért, hogy kiegyenlítsen, ami nagyon jót tenne a meccsnek szerintem. De összességében egyébként pontgazdag és izgalmas az a mérkőzés, amit láthatunk. 14-0-val kezdett be a Wolves, ugyanakkor a Steelers azért összességében rendezte a sorait, és kihozta 7-7-re a második negyedet. Ezt tehát már nem vesztett el, 7 pontos hátrányban van a Steelers, és
természetesen nem maradnak elemzések nélkül a fél időben, hiszen jönnek majd a pálya mellől a szakkommentátoraink, hiszen ugye Koleszár Dávid is ott lesz majd, illetve Breznai Endre, aki ugye bírói részről próbálja meg megvilágítani a dolgokat. Egyébként én azt hiszem, hogy ezért összességében a játékvezetők ténykedésével olyan nagyon nagy probléma ezen a mérkőzésen nem volt. Ez volt tehát az első félidő. Nézzék tehát a félidőben a szakértőinket, és innen jövünk majd a második félidővel. Itt jó. Már itt is vagyunk a pálya szélén újra. Milyen volt ez az első félidő, Dávid? Szerintem kívánni sem lehetett volna jobbat. Nagyon izgalmas, nagyon változatos pörgött a mérkőzés. A possession ide-oda került. Nem is volt sok büntetés, ami megszakította volna a játékot. Itt azért az utolsó two minute-en belül azért már a Wolves kicsit dekoncentráltá vált, jött, több zászló jött, de egyébként a mérkőzés üteme szerintem nagyon jó volt az egész fél időt tekintve. Ha már a zászlókat említetted, akkor Endre, rögtön hozzád fordulok. Milyen volt a mérkőzés? Voltak olyan ítéletek, amiket vissza kellett nézned, de mindegyiket jó ítélték meg a kollégák a pályán? Volt sok labdabirtoklás csere, és elsősorban ezek voltak, amiket visszanéztem, illetve volt egy nagyon közeli, touchdownhoz nagyon közeli first down, ami szerintem egy jó ítélet volt, majd fél yardon belül ért véget a játék, illetve ami még egy ilyen közeli hívás volt, a kick-off után a Miskolcnak a labdaszerzése. De egyértelmű volt, tehát jó ítélet született ott is. Itt a végén ugye Elek Ádi nagyon hevesen reklamált, hogy előbb jött a kontakt, mint ahogy odaért volna a labda, az ott azért egy zászló elfért volna, mit gondolsz? Azt mondom, hogy nekünk lassításban nagyon könnyű dolgunk van megállapítani, hogy hamarabb volt az ütés, mint ahogy odaért volna a labda. Az egy intő jel, hogy egyébként a védő nem a labdát figyeltet. Azt mondom, hogy elférhetett volna egy zászló, de ez élő, tehát valós sebességben azért ez egy ilyen bang-bang play. Kiemeltük ugye a mérkőzés előtt, és az első és tízben az, hogy Jónás, Darius, Luis, nagyon kell figyelni Alvinra, ezekre a srácokra. Hát rögtön így indult a mérkőzés, mindenki bizonyította, hogy valóban figyelni kell rájuk, és Alvin ráadásul ugye megoldott egy negyediket, nem is kérdés, jogos ez az MVP cím neki. Maximálisan, de hogyha már Alvinról beszélünk, akkor meg kell ugye említeni magát a special teamet is, illetve magukat a trükkös játékokat úgy ámblok. Biztos vagyok benne, hogy a második félidőre is tartogat még mind a két oldal trükkös játékokat magában, elsősorban ugye offense szempontjából, de hát ez egy úgymond nem túl meglepő hívás volt ilyen szempontból, egy ilyet azért lehetett várni erre a mai napra már. A Wolves-tól megszoktuk a trükkös játékokat, itt a végén a Steelers is hát meglepte, azt hiszem, Kovács Istvánékat, erre nem számított senki, vissza is szerezték a labdát, de hát aztán utána ezt nem tudták már pontokra váltani. Valóban, itt azon túl, hogy tényleg egy nagyon szép labdaszerzést sikerült elkövetniük ezzel az onside kickkel, azt is megelőzték, hogy még a Wolves ebben a two minute maradékban egy új támadást és esetleg új pontokat tudjon még szerezni a fél idő előtt. És akkor nézzük is, hogy mik történtek itt a találkozón. Hát ugye rögtön Lenner futását látjuk, nagyon szépen látta meg Péter a megnyíló lukakat, és szerezte meg a vezetést a Wolvesnak. Így igaz, ugye a fal szépen eltolta az embereit a jobb oldalra, Lenner Peti picit betámasztott, és utána ott a fal emberek mögött megnyíló területen átbújt, átslisszolt, és egy szép touchdown kerekedett belőle. Hát ő is nem véletlen volt az elődöntőben, ugye MVP. Az extra pontok azért nagyrészt ültek a mérkőzésen, úgyhogy innentől kezdve akkor 7-0-ra vezetett a hazai Budapest Wolves, és akkor utána érkezett Darius Luis. Hát igen, Darius Luis ugye hátrament a zónájába védekezni, elkapható volt a labda érzésem szerint, amit Jordan ugye Uribe felé küldött, megpattan ugye a kezén, és hát pont bele Dariusnak az ölébe, úgymond köszönte szépen, visszasétált. A mérkőzés alatt voltam a Miskolci kispadnál, is kérdeztem tőle, hogy magas volt a labda, vagy csak nem sikerült elkapni. Azt mondta, hogy hát 10-ből 9-szer biztos, hogy ez megvan, most átcsúszott a kezek között, hát pekére pont ott volt. Igen, azért látható volt a felvételen, hogy el lehetett volna kapni. Kicsit talán hamarabb kezdte el visszahúzni a kezét Uribe, és ez okozta így a interception-t, illetve az azt követő pick-six-et. Nem volt Darius előtt senki. És akkor érkezik egy újabb pick six, Jónás Máté.
Hát igen, nem hiába emeltük őt ki még ugye a mérkőzés előtti műsorban. Az elkapó mögé megy a labda, Bencsics ezt nem célozta meg jól. Jónás Máté szépen hátrál ott is, helyzetben van. Figyel, elkapja, társak mennek ugye blokkolni, ezt is megszokhattuk már a Miskolcnál, hogy ezt nagyon gyorsan észreveszik a többi játékos, ugye megy Battle, megy Mitch Eaton is, nagyon szépen nyitják a területet Jónás Mátinak, és hát ugye a Wolvesnak a saját red zónjában történt ez az egész, tehát még csak nem is kellett túl sok távolságot megtenniük, hogy aztán visszahordják ezt egy TD-re. Így van, tehát egy nagyon fordulatos mérkőzés, és aztán érkezik, ugye Gecser Máté megsérült, ezt ne felejtsük el, ő egy fontos célpont, ha touchdown szerzett az idei szezonban, nagyon számít rá Gecser, de hát itt van Madarasi Kristóf. Így igaz. Tehát, hogy... Madarasi Kristóf is egy úgymond nagy visszatérő, ő a tavalyi szezont kényszerű volt kihagyni egy elég komoly térsérülés, azt hiszem egy tértszalag szakadás miatt, és kétséges is volt egyáltalán, hogy vissza fog-e tudni térni a pályára, tehát még nem volt benne biztos. Szerencsére a rehabilitációja jó lett, meg tudta vállalni a játékot idén, és hát egy nagyon, nagyon szép touchdownnal tudta helyettesíteni aztán Gecser Mátét. Aztán viszont érkezett, mint ahogy a szezonban nagyon sokszor már André White, nem lehetett megállítani. Úgy néz ki, hogy egyébként, amiről beszéltünk, nagyjából egy jó taktikát dolgozott ki a védelembe a Wolves, és meg tudja fogni ugye White-ot, akinek volt egy fumble-je is, ráadásul ugye az egy yardos vonalon, ha jól emlékszem, tehát hogy ez volt a szezonban neki az első, ez biztos, hogy Uribe nem elkapása, White fumble-je, ezek csupa olyan dolgok, amik emlékszem, Darius Lewis mondta a Nyíregyháza elleni elődöntőben, hogy ott ő elvesztette a labdát, de ez a hiba történjen meg a szezonban egy kevésbé fontos mérkőzésen. Hát a Steelers ez pont most a fontos mérkőzésen sújtotta. Így igaz, ilyen szempontból most kicsit balszerencsés volt a Steelers, azért összejöttek nekik így a pechek. Ettől függetlenül ugye White valóban egy nagyon szép TD-t futott. A védők jól érkeztek egyébként White-ra, viszont sok volt a misztekől ennél a touchdownnál, vagy ezt a touchdownt közvetlen megelőzően, és hát André White ezt ugye könyörtelenül megtorolta, becikázott a szűk réseken, és hát egy nagyon szép TD-t erőszakolt be az endzomba. Így van, hát ráadásul 107 yardnál tart már André White, tehát hogy ez a 112, amennyit futott ugye az elődöntőben a Cowboys ellen, nem hiszem, hogy ez ne lenne meg a mai napon. Mit vártok a második fél időtől? Egyrészt játékvezetői szempontból milyen ez a mérkőzés? Nehéz dolguk van Krucsroliéknak? Talán a labdabirtoklás cserék, a fumble, az onside kick, az megnehezíti, főleg amikor viszonylag közel történnek egymáshoz az események, és el kell tudni dönteni, hogy ki a labda. Eddig sikerült mindig jól ítélni. Szerintem ez lehet nehézség a másik fél időben, mind a két csapatban benne van az, hogy fordítson, mind defense, mind offense oldalon. Alapvetően egyébként sportszedek a játékosok, és azt gondolom, hogy nagyon jó ütemben folyik a mérkőzés, tehát kevés büntetés van, és mindenki igyekszik tisztán játszani, tehát inkább ilyen technikai jellegű hibák csúsznak be csak a játékban. Azért face mask volt, csoblok volt, Rafinha Passer, azt még nem láttuk, szerencsére elmaradt. A holdingokkal hogy állunk ezen a mostani mérkőzésen? Talán kettő holding volt a mérkőzésen, ha jól emlékszem, azok dobhatóak voltak, tehát ott valóban volt olyan akadályozás, ami befolyásolta a play-nek a végét. Csak magamat tudom ismételni azzal, hogy sportszerek is játszani akarnak a csapatok, és ez rányomja a bélyegét a mérkőzése is, mert gyakorlatilag a férfias küzdelmet és relatív sportszerű küzdelmet látom. Ugye itt a második negyedben volt egy viszonylag furcsa jelenet, nem volt sárga zászló, de megállt a mérkőzés. Mi történt itt pontosan? Ugye ugyanúgy a Miskolc érkezett, második kísérlet, 11 yard volt a cél. Miért is álltunk meg akkor? Igen, itt a negyedfordulást követően volt némi zavar. Ugye a negyedfordulás előtt volt egy illegál forward pass szabálytalansága, ami önmagában, ahol megtörténik, onnan 5 yard büntetést és kísérletvesztést is von maga után, és a dánjelző nem lett átfordítva, tehát a negyedfordulást követően első és 11-et mutatott a tábla, és ez okozott némi zavart, ezért állították meg a játékvezetők, hogy ezt kijavítsák. Tehát legyen ez a legnagyobb hiba, egy kicsit megállunk. A videózás még szerencsére ilyen szempontból elmaradt, de hát azt gondolom, amíg a mederben a rendes
sportszerű mederben megy a mérkőzés, addig erre nincs is szükség. Te mit vársz Kola a második félidőtől? 21-14, ez továbbra is egy nyitott mérkőzés. Azt mondtuk, hogy 20 pont fölött lesznek a csapatok szerintünk. A Wolves esetében ez már sikerült, de hát a Steelersnek sincs messze az a 20 pont. Én úgy gondolom, hogy egyik csapat sem fog kiengedni. Ez az egy TD különbség, ez tulajdonképpen semmi, tehát ez bármelyik pillanatban vagy akár még nőhet is, vagy akár szűkülhet, illetve átfordulhat egy Steelers vezetésé. 0-0-ként fogják föl a csapatok a fél időt, és úgy jönnek ki, hogy kvázi minden előről kezdődik. Továbbra is hajtani fog mindenki, mind a két oldal, biztos vagyok benne, nagyon-nagyon akarják ezt a győzelmet. És továbbra is ezt a lendületes, ütemes játékot várom a végletekig, és szerintem továbbra is nyuanszok fognak dönteni. Talán egy picit a Wolvesnál az előny, hogy ők vezetnek, eddig mindig a Miskolc ment az eredmény után, ezt picit ugye vissza lehet esetleg vezetni az elődöntőre, ugyanúgy ez történt a Tigers ellen is. Meglátjuk, hogy ennek lesz-e még jelentősége, de én úgy gondolom, hogy egy pici lélektani előny talán van a Wolvesnál. Ugye az időjárás azt mondták, hogy ilyen 29-30 fok lesz, és iszonyat hőség. Hát a felhők azért most szerencsére egy kicsit takarják a napot. Viszonylag jó idő van a pályán, tehát hogy ez segíti a játékosok dolgát? Tehát, hogy ez nem vesz el plusz energiát? Persze, nagyon kellemes az idő, már csak itt átsorogni is, de egy játékosnak, aki azért ugye felszerelésben, sisakban, válvédőben, ugye még egy plusz melegíti, ugye ez a sok felszerelés a játékos, azért ez még egy külön kis felüdülést jelent, hogy azért fújdogál a szellő, már nem süt a nap, jött egy kis felhőzet, úgyhogy ez azért jó hatással van mindenkire, én úgy gondolom. Bírják jól a játékvezetők, és elégedett vagy velük? Igen, úgy érzem, hogy eddig jól sikerült megoldani a mérkőzést, úgyhogy kívánom nekik, hogy ugyanilyen második félidővel sikerüljön befejezni a döntőt. Akkor most elmegyünk mi is egy kicsi szünetre, aztán érkezik a második félidő, előtte pedig majd jövünk a vezetőedzők interjúival. Mit beszéltek az öltözőben a srácokkal? Egy picit szusszanjanak önök is, jövünk vissza. Hamarosan elkezdődik a 13. Fezenhangérián Bowl második fél ideje, de nézzük, mit gondoltak az edzők az első fél időről. Itt van vele Mitch Eaton. How was the first half for you? Milyen volt az első fél idő a számotokra? Hát kemény volt, ameddig egy kicsit felvettük a ritmust, és a második fél időben teljesítenünk kell. Az első fumble-ja André White-nak. Ideges voltál? Nem fókuszáltam a következő játékra. Fókuszáltam. Összességében elégedett vagy a védelemmel? Igen, a védelem elég jól játszik. Elég sokszor megállítja a játékot, és nagy játékkal vétheti észre magát. Mit mondtál a fiúknak? Az, hogy fókuszáljanak arra, amire kell, egyszerűen muszáj teljesíteni, ezt kell csinálnunk. Egy új meccs kezdődik itt a második félidőben? Olyan, mint a 0-0-val indulnánk, és az első két negyed győztese nyeri a meccset. Köszönjük! És akkor most átmegyünk, és Kovács Istvánt is megkérdezzük. K.
közben, ugye addig, ameddig előkészülünk a második interjúhoz. Egy kicsit azért arról beszéljünk, hogy itt ugye Micsi azt mondta, hogy egyáltalán nem is figyelt Andréra. Gyakorlatilag ez a kulcs a sikerhez, miközben láthatjuk a statisztikákat. Hát egyelőre nem az irányítók meccse, egyik oldalon sem. Megint White meccse, de azért lehet mondani, hogy Lenner meccse is. Szerintem egyébként attól függetlenül igen, hogy látjuk a statisztikákat, és nagyon szépen teljesít mind a kettő futó. Luisnak azért kiemelném azt, hogy kettő darab labdabirtoklás csere is a nevéhez fűződik. Szerintem ez a kulcsa egyébként igen egy jó teljesítménynek, hogy ne arra fókuszáljunk, hogy mi az, ami egyébként az előző játékban elromlott, mi az, ami nem jól sikerült, hanem arra fókuszáljunk, hogy mi az, amit jól tudunk csinálni, és csináljuk azt. Két interceptionje van Jordannek, 57 yard, ennek ellenére, hogy meccsben van a Steelers, ez meglepő? Igen, egy kicsit igen, de azért ennél a csapatnál, ami ennyire a futójátékra fókuszál, nem azt mondom, hogy belefér egy ilyen, de kevésbé bünteti a futball azt a játékost, aki ennyire kevésbé jó teljesítményt hozott. Kovács István és Cselleng Ádám állnak most egymás mellett, és beszélni is fognak egymáshoz. Andris, javítanám, egymással szemben állunk, nem egymás mellett. Milyen volt az első félidő szerinted? Hát kemény, izgalmas mérkőzés, ahogy beszéltük az elején, hogy váraton ez lesz. Kecser Máté kiesett a csapatból, mennyire súlyos a sérülése, mit tudsz róla, és mennyire lesz őt egyszerű pótolni, ugye Madarasi Kristóf idáig bizonyította, hogy lehet őt. Sajnos Máté nem fog tudni visszatérni, valószínűleg a szalag tércalagjával van valami probléma. Annak örülök, hogy azért hosszú a padunk, minőségi cseréket tudunk alkalmazni. Nyilván azért fontos a kiesés, egy kicsit át kellett alakítanunk egy-két játékot, de remélem ez nem fogja befolyásolni az offenzünk eredményességét. Hát ebben onside kickkel azért ti lepitek meg az ellenfeleket. Most a Miskolc húzott egy merészet, hát a labda az övéké is lett. Számítasz még ilyenre tőlük? Persze, természetesen. Hát ez biztos, hogy hát döntőről beszélünk. Itt már mindent elő kell húzni, ami a tarsolyban van. Tehát bizonyos szempontból nem lepett meg, készültünk erre. Sajnos nem sikerült visszaszereznünk a labdát. Reméljük, többet ilyet nem lesz. Itt vársz a második fél időtől. Ugye mi Alvint és Dariust is kiemeltük, bizonyították, hogy jól tettük. De mit vársz a második fél időtől? Mi lesz? Hát biztos vagyok benne, hogy ez a kemény, látványos, izgalmas meccs folytatódni fog. Tehát, hogy ebben nem lesz változás. Továbbra is nagyon fontos, kidiktálja a tempót, hogyan tudunk haladni. Azért én úgy gondolom, hogy erősek vagyunk, jók vagyunk, a játékaink nagyon feküdtek, mind defenseben, mind offenseben, tehát magabiztos vagyok, bízom a srácokban, meg fogjuk nyerni ezt a mérkőzést. Annyit áruljunk el, kit zártatok be az öltözőbe? Elképzelésem sincs, hallottam erről a balesetről, de nem tudom, hogy kit zártunk. Akkor hamarosan jön a második félidő, köszönöm szépen, Andris, tiétek a szó. Hát akkor gyorsan keresztül pásztázunk itt a pályán, hogy ki lehet az, aki az öltözőben ragad, bár azt hiszem, hogy azért ezt elég hamar orvosolják a csapatnál, hiszen mindenkire szükség lehet ahhoz, hogy ezt a döntőt sikerrel abszolválja a Budapest Wolves. Hát azért itt elnéztük a statisztikákat, mondtuk azt, hogy Jordannek az előző szezonja volt nagyon jó, Bencsicsnek meg ez az idény. Ahhoz képest, hogy egyikőjük sem villog, ahhoz képest ennek ellenére megkapjuk a nagyon látványos meccset. Fordulatos, labdabirtoklás, cserék, visszahordott touchdownok, trükkös játékok. Szerintem nem nagyon lehetett volna kérni egyébként ennél jobb első félidőt. Én nagyon remélem, hogy ugyanígy folytatódik majd a második félidő, és nem ragad be a meccs, hanem egy látványos, pörgős második félidővel bebiztosítják a csapatok azt, hogy egy nagyon jó Hungarian ballról beszélhessünk. Gecser Máté tehát nincs ott, a Budapest Wolvesban 6 touchdown szerzője a szezonban Gecser, úgyhogy azt hiszem, hogy ennél nagyon jobban ecsetelni nem kell azt, hogy mennyire komoly kiesés ez. Pavlo Lessiv kezében a labda, nem volt egy hosszú kirúgás. Ez azért érdekes, mert hogy eddig azért Lions láberejével nem volt baj, tehát ő hozta, miközben a kupát láthatjuk, hozta azokat, hogy touchbackeket rúgott, és a 20-asról indulhatott a Steelers. Most azért így 41-esről rúgott, vagy a 41-esről kezdett a Steelers, ez meglepő volt ez a kirúgás? Kicsit igen, főleg azért, mert hogy említette egyébként, touchbackeket eddig viszonylag konstant tudta hozni. Lehet, hogy abban reménykedtek, hogy esetleg kipattan ugye a
Steelers játékosa kezéből a laszti, hát ez nem történt meg. Így pedig akkor jöhet egy jó White futás. White tehát, és azonnal a first down közelébe viszi André White, aki nem áll meg, folyamatosan szerzi a yardokat. Ugyanakkor a hiba nála is becsúszott egy fumble formájában. Rendszeresen egyébként a cornerbackeknek kell szerelnie, vagy safetynek, és sosem jó az, hogy a secondary játékos találkozik a futóval, hiszen az már azt jelenti, hogy az első és a második védővonalat is lerázta már magáról. És hát itt láthatjuk, hogy a cornerback, aki egyébként fejnybesíről vár le, és Kunkka Norbertnek hívják, ő tudta csak szerelni André White-ot. Második és kettő, tehát 8 yardos volt André White első futása a második fél időben. Jordan igazgat, még játék előtt. Jordan oda dobja White-nak. White nagyon szépen visszanyomják. De... harmadik és egy. Ettől függetlenül azért nagyon-nagyon közel van ahhoz, hogy first down szerezzen. Közben egyébként White túl van már ahhoz annál a futója yard mennyiségnél, mint amennyit az elődöntőben a Cables ellen szerzett. Az összyard mennyiségnél még nincs. Hát ahol érték, ott próbálták. Ez az egyetlen taktika, ami erre nem működik. Nagyon szépen sokan. Ott volt a falka, és vállal mélyen az, ami működik egyébként egy ilyen kaliberű játékos ellen. Harmadik és egy, de talán még annál is kevesebb. Jordan adja át, White, ott nincs hely. Ettől ott függetlenül van first down. Nagyon-nagyon észnél volt White, megpróbált berobbanni egy kis helyre, ami összehozott volna egy aprócska kis first down-t, ott nem ment, és talált balra, magának balra helyet, úgyhogy mehet tovább a Steelers támadása. Itt van az első lepattanás, arra nem. Alvin Reels volt vele szemben, ez talán nem csoda, hogy arra nem. A first down-t összehozta aztán. Az, hogy le tudott pattanni egyébként Reelsről, hát ez egyébként egy hihetetlen erőt mutat. Reels teljes sebességéből érkezett a B-lyukon, Alvin mégis tovább tudott menni. Bocsánat. André. Jordan ezúttal most passzol. Uribe. Uribe eddig nagyot nem villant az élet a mérkőzésen. Ugye volt egy negatív villanása, amikor ugye felütötte a labdát, és ebből vissza tudott vinni a Wolves egy touchdown-t. Ugyanakkor azért elő-elő veszik, de nem mélységi passzokkal. Egyáltalán nem. És ahogy hallottuk, egyébként magára vállalta annak a hibáját. 10-ből 9-szer elmondása szerint azt a labdát behúzza egy elkapással. Hát ezúttal nem így történt, felütött labda lett, és egy visszahordott touchdown a vége. Második és kettő. André White. White gyűri magát középen, vissza lökik, de a first downra úgy néz ki, hogy ez elég. Nagyon támaszkodik most egyébként White futásaira a miskolci támadó drive. Eddig egy darab passz volt ebben egyébként, és maradék az pedig mind futójáték volt. 18 yardot haladt már egyébként a labdával. Most majd többet is. Hát igen, ugye a két interception hatására sem meglepő, hogy ami igazán megy a Steelersnek ebben a szezonban, azzal próbál meghaladni. Első és 10. Eaton is bent van a pályán. Bent van slotban, így van. És ezúttal most White hiányzik, mert a Uribe pedig szélső elkapóban volt. Jordan! Ilyenkor nagyon vigyáznia kell a labdára, ez így végül is egy szek. Ágott a Balázs egyébként elkaphatta volna korábban is, de Jordan nagyon szépen küldte előtt. Eljátszott, hogy passzolni fog, és azért Ágott a felugrott. Itt láthatjuk ugye, hogy jobb oldalra halad ki. Ágott a elszáll. Ez a Merutza egyébként Merutza ott van. Lelassítja, és aztán utána Borektől jön a segítség. És Merutza az, aki lebiceg. Bíró Szabolcs jön a helyére. Itt is látjuk egyébként azt, hogy minőségi cserékkel tudja pótolni a Wolves azokat a játékosokat, akik egyébként sérülés miatt, vagy fájdalom miatt el kell hagyják a pályát. Bíró Szabolcs egy válogatott játékos. Hoppá! A beugrás. Turzó magára vállalta már ezt a büntetést. Defense 96-os játékos, 5 yard büntetés, második kísérlet. Nem tudott mit tenni.
mert hogy viszonylag egyértelmű. Nagyon egyértelmű. Mindenki állt egy helyben, mint a szobor. Miközben Turzó élőképpé próbálta varázsolni ezt a kis egyveleget. Előrébb tehát így a Steelers, második és hét. Turibe van slotban egyébként, és Fenyvesi pedig szélen. White kapja. Megkapja a blokkokat is! André White kiszabadult, és... Akár azt hittem, hogy touchdown-t is szerezhet. A négyesen, ha minden igaz. Madarasi ér csak oda hozzá. Kovács István pedig nem örül. Nem véletlenül. Luis-t blokkolják, mégpedig Ushenko. És Madarasi lökte ki. Hát a touchdowntól mentette meg a csapatát. De most már nem elég csak megmenteni, hanem akár ugye megint jöhet egy nagy védekezés. A Steelers a Wolves négyeséről indíthatja ezt a labdát. És az első fél időben, amikor a Wolves négyeséről indított egy labdát, akkor elveszítette azt. White táncikál. Nem volt helye. Egy kicsit túlbonyolításnak éreztem ezt a játékot, őszintén szólva. Jordan adta, hogy screen-t fog kidobni oldalra, majd utána adta le csak a labdát White-nak, de hát könnyen lehet, hogy ez egy sima White futással előrébb lettek volna, mert addigra már nagyon szépen áttört a defense fal az offense falon. És látjuk, hogy Mezei is ott volt a backfield-en. Második és gól következik tehát. Nincs bent Uribe, bent van Mitch Eaton, és bent van White. És Lesiv ütheti az utat White-nak akár. Bizony, White pedig nem is hibázik. Touchdown, André White! A második a mérkőzésen. Azzal, hogy André White már touchdown-t szerzett ezen a mérkőzésen, miközben ugye Nádi Gyulát láthatjuk ismét, a Steelers alelnökét, eldőlt, hogy minden mérkőzésen szerez touchdown-t, és az is eldőlt, hogy jobb lett az átlaga ebben az egész szezonban, mint kettes átlag. Félelmetes számok azért ezek. Ezt a fiút nagyon nehéz megállítani. A Cowboysnek úgy érzem az elődöntőben nagyjából sikerült, azt talán kijelenthetjük, hogy a Wolvesnak nagyon meggyúlik vele a baja. És az egyenlítés is összejön ezzel a sikeres extra ponttal. 21-21, André White 18 touchdownnál a szezonban. És akkor talán, hogyha egy kicsit Zahó már felvetettük az első fél időben, Bencsics Márknak remek szezonja volt. Ki lehet mondani, hogy jelen pillanatban a HFL 2018-as szezonjának legjobb magyar játékosa, de nem a legjobb offenz játékosa. Ebben szerintem egyetértünk. André White ebben a drive-ban egyébként 48 yardot tett hozzá ehhez a dologhoz, és látjuk, hogy milyen nehéz megállítani. Tehát ezt a srácot nagyon-nagyon kevés ember tudja egy az egyben szerelni, nagyon-nagyon kevés ember tudja kettő az egyben szerelni, embertelen mennyiségű yardot termel, és jelenleg nem a világ az, amit ő fölrak a pályára. Ezzel együtt, hogy ő nem lett MVP, az teljesen fura. Lehet, hogy egy kicsit még az MVP szabályozást át kell alakítani, mert azért André White, hogy nem MVP, ezt nem lehet megengednie magának egy HFL-nek. André White MVP. André White nem egy offense MVP, jelen pillanatban a HFL legjobb játékosa. Ezzel egyetértünk teljesen. Minden esetre, hogyha André White egyébként ezen a mérkőzésen mondjuk legértékesebb játékos lesz, vagy hogyha esetleg aranyéremmel a nyakában távozik, akkor biztos vagyok benne, hogy nem fogja bánni azt egyébként, hogy a szezonban nem lett MVP. Jónás kirúgása után Darius Lewis-nál labda. Visszahordhat, már pedig ő egészen elképesztő teljesítményre képes. Megint kiütik a labdát a kezéből. Nagyon kíváncsi ezek, hogy kinek a kezében lesz az alaszti. TNT betalálta útját, egy hasonlóan kemény importjátékos. Na de kié? Kruc Roland viszonylag egyértelműen mutatja, hogy ez Wolves labda, de nézzük ezt a visszajelzést. Visszajátszás, bocsánat. Egyszer csak megérkezik az egyes. TNT battle. Uh, 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 uh.
én ezt érzésem szerint már nem volt a kezében a labda, de nézzük meg, hogy visszanézzük el. Visszaordás során a forward progress megállt, first down balls. Az előre haladó mozgás állt meg a játékvezetők szerint, és utána ütötték ki a labdát Luis kezével, akkor ezek szerint ez az ítélet. Amennyiben egyébként a videóbíró nem mondja ezt másképpen, akkor ez egyébként valószínűleg helyt is áll. És akkor jöhet a Wolves támadás, ami egy Lennert futással kezdődik. Megúszta ezt most a Wolves, és megúszta Luis, akinek kiváló mérkőzése volt, hát a labdavesztés nem hiányzott volna belőle. Betül pedig az első olyan ütést mutatta be szerintem, amiről azért ő híres volt, és hírhet volt, így mondom inkább a HFL-ben. Második és négy, de egyből a Steelers tér felén a Wolves, amely eddig folyamatosan előnyben volt a mérkőzésen, de legalábbis döntetlen állásban. Most megint 21-21-nél, shovel pass Lennernek. Úgy néz ki, hogy ez működik, nem az első alkalommal a mérkőzésen. A shovel passnek ugye a lényege az, hogy az irányító elviszi a külső vállát egy védőnek, rajta kívül szeretne menni, és amennyiben ezt elveszi tőle, akkor befelé dobja a labdát. Ugye most láttuk, hogy Stadler Dánielt 90-essel olvasta Bencsic, és itt Barna is a második Péter játék. Eddig még nem volt elkapása itt a döntőben, most azonban megszerzi a labdát, megkaparintja, és nagyon gyorsan próbál haladni a Wolves. Megint ugye az előnyt kellene megszerezni, az, hogy nem engedte ki a kezéből egy pillanatra sem egyébként az előnyt a Tigers ellen, a fekete mezes csapat, az nagyon-nagyon fontos volt. Lennert hoz first down-t. Hát vezetésből meg nem játszott a Steelers ezen a mérkőzésen sem. Egyelőre talán ugye annyi pozitívumot találhat a Steelers, hogy azért összességében egészségügyi problémák, sérülések nem sújtják most őket annyira, mint az elődöntőben. De ez a Wolves drive egyelőre nagyon-nagyon mérnöki precizitással van összerakva. Lenner futott. Lennernek a harmadik futása egyébként ebben a drive-ban. Pakolja a yardokat a fiú. Miközben egyébként nagyon gyorsan haladnak, tehát azért pihenni nincsen ideje. Éppen csak le tudott iszkolni az egyik miskolci játékos. Lenner megint futva, és ezzel first down-t hoz. Ennél többet nem biztos, hogy ki akart hozni a 10 yardon belül a Wolves, és egyelőre borzasztóan gyorsan végigmentek a pályán. Nem áll az óra, folyamatosan megy az idő, folyamatosan megy előre a labda. Nahornyák kapta el Lennert. Vági nem tudta megblokkolni egyébként Nahornyákot. Első és gól. Bencsics ezúttal most kidobja oldalra. Madarasi! Még nincs bent. Nagyon közel vannak viszont. És megint csak ez az a játék, amit Gecserre szoktak játszani. Madarasi Kristóf is biceg. Ettől függetlenül marad a pályán. Ott ugye kilépett egyébként. Nagyjából ott a 3 yardon. Ahonnan indulhat ez a játék. Bencsics bedobja a középre. Micsoda védekezés! Jónás süti le a labdát. Ez volt az egyik olyan játék, ami egyébként a Budapest Wolves red zone offenzét nagyon meghatározta egész eddig. És ez hasonló volt egy kicsit, ami Madarasi Kristóf touchdownjánál láthattunk. És megint Madarasi felé ment a labda. Jónás pedig itt most nem hagyta ezt. Jöhet akkor a harmadik és gól. Alvin Reels közben bement futóként. És ilyen közeli szituációknál Alvin Reels megkaphatja a labdát. És a futásai életveszélyesek. Ezúttal most nem ő, hanem Madarasi! A második touchdownja! Dupla! Touchdown Wolves! Tudja pótolni Gecsert! Szépen játszották el azt, hogy Alvin kapja meg a labdát, de azt mondta, a Bencsi rögtön kidobta egy úgynevezett bubble útvonalra. És nem volt kérdés, hogy Madarasi meghozza a második touchdownját is. A második touchdownja tehát, Bencsisnek pedig a második passzolt touchdownja, és hát megint vezet a Budapest Wolves, miközben láthattuk nagyon-nagyon közelről, ahogy a sárga zászló repül.
ezúttal az extra pontnál. Osztárt, 50-es, 5 yard büntetés, megismételjük a trál kísérletet. Az extra pontnál tehát vannak bonyodalmak ezúttal fővárosi részről. Hát Ben Lajosnak egyébként nem jelent a problémát az, hogy 5 yard a hátérből kell bevágni az extrát, de azért biztos, hogy nem kellemes, hogy nem működött az elsőre. És leblokkolja! Blokkolják! És blokkolják! Még hogyha visszaordani nem is sikerül, mert hogy Stadlert viszik le azonnal, ettől függetlenül csak 6 pontra lóg meg most a Wolves. Nagyon sokat számíthat ez még. Nagyon-nagyon-nagyon nagy probléma, hogy csak 6 pontot és nem pedig 7 pontot raktak föl, hiszen így egy touchdownnal és egy extra ponttal átveheti a vezetést a Miskolc Steelers. A harmadik elhibázott extra pontja Ben Lionsnak, és ezzel 27-21 a Wolvesnak. Na nézzük, hogy ez még ugye a touchdown lesz. Ugye itt van a fake Reelsnek, és aztán utána pedig Madarasi fut be. Így most már 4 touchdownja van a szezonban Madarasinak, Kristófnak, és ezzel Bartost érte be a kis házi touchdown listán. Hát igen, ugyanakkor azért a nagy meccsen ugye a nagy játékosok előlépnek. Madarasi 2-t a döntőben szerzett a legnagyobb közönség előtt. Bizonyám, és azért ő is bejelentkezik itt az MVP címre, még hogyha ez ugye a te felelősséged lesz majd. Na nézzük, hogy hol ment át az a blokk. Nahornyák középen. Sikerült blokkolni a Juri Nahornyáknak. Egyébként is egy rendkívül robosztus felépítésű játékos, nagyon magas. Betakarta ott az utat, a labda útját. Úgyhogy így az extra pont kimaradt. Uribe és Betl várja a labdát. 6 pontos Wolves előny. Ugye az már eldőlt, hogy az utolsó 4 mérkőzésből, az utolsó 4 HFL döntőből 3-szor 20 pont alatti eredmény elég volt a győzelemhez. Most már egészen biztosan nem. Jöhette át Lions kirúgása. Hát ezekről beszéltünk ugye, az első fél időben nagyon-nagyon jól működött. Akkor ne változtassunk rajta. 20 yardosról érkezhet a Miskolc Steelers támadó sorozata. Így van, visszaálltak tehát ahhoz, hogy Lions rúgja csak meg azt a labdát rendesen, amennyire tudja. Hiszen azért az előzőhöz képest így azért mégiscsak 20 yarddal hátrébb kezdi majd a Steelers a támadó sorozatát. Nem mindegy. Nagyon nem. A pályán akkor Uribével és White-tal import oldalon a Miskolc Steelers. Jordan változtat még, majd egy White futás. Az is eldőlt egyébként, hogy a szezon során a leginkább a Wolves tud most a legtöbb pontot szerezni a Steelers ellen. Mert hogy eddig nagyon-nagyon jól muzsikált a védelmük. Egyetlen olyan mérkőzés volt az Eagles elleni, amikor 26 pontot engedtek. Az a meccs arról emlékezetes, hogy Mitch Eaton rendkívül ideges volt a találkozó után, hiszen a koncentrációja nem volt rendben a csapatának, és ezt kérte számon az övéin. De azért az Eagles a 7. helyen zárta a bajnokságot. Nyilvánvalóan az egy kimaradása volt a Steelersnek, akkor egy rossz első fél ideje. Ennek köszönhetően kapott sok pontot. Most már a Wolves egyel többet szerzett, mint az eddigi legtöbb a szezonban a Steelers ellen. Wolves defense-ben egyébként egy kisebb változás. Darius Lewis-t áthozták safety-be, és Mezei Márk játszik cornerback-et. Mezei nagyon fizikális játékos, lehet, hogy ez a futás megállítására törekvésnek az egyik fontos lépése. Ugye a 21 szerzett pontja a Steelersnek megvan már a harmadik negyedre, amennyivel meccset nyertek májusban az alapszakasz negyedik fordulójában. Ennyivel most biztosan nem fognak. Harmadik kísérlet. QB sneak. Igen, és beugrás az most nem volt.
Tehát is nem látunk sárga zászlót, first down viszont igen. Passy Jordan nevéhez fűződik majd. Megoldotta tehát a harmadik és kettőt. Károly Máté mögött iramodott meg. Amennyire lehetett, és vetődött előre. Kettő között egy szolid 30 kiló különbség van, és lehet, hogy keveset mondtam. Azt hiszem. Sőt, belegondoltam, igen, inkább 50 az a különbség. Úgyhogy a kis testvért nagyon szépen védte meg Károly Máté. Jordan kidobja oldalra, Uribe nem kapott blokkot, és innentől kezdve nagyon-nagyon nehéz helyzetben. Ez egy negatív yardos játék. Fenyvesi nem tudta kiszedni a szélen Hunkát, aki lelassította Uribét. Itt látjuk, hogy érkezik, és utána Ágota Balázs már befejezi a melót. Lefogja a lábát, ott sehova. Minden szuper lassításban. Szuper a lassítás, és hát akkor érkezik a Miskolc Steelers második és 12-vel. Továbbra is az IMOVIX kamerának köszönhetjük ezeket a felvételeket, ami még látványosabbá teszi a magyar bajnoki döntő. Jordan most elindul, leszeget fel. Hajjaj! Hajjaj! Jordan! Micsoda futás volt! Második és 13-ra ráadásul. Darius Lewis tudta csak megállítani. Megszoktuk ezt már Jordantől, leszegett fej, és megy előre. Nagyon szép játék. Ezzel akkor first down, és már is a Wolves tér felé, a Miskolc Steelers. Ugye most nem az egyenlítésért vezetik ezt a támadásra, hanem a vezetésért. Hanem a vezetés átvétele, így van, ez egy nagyon fontos különbség. Miközben Mitchie Eaton újra pályán, Uribe pedig ugye kispadon. Vége a harmadik negyednek. És ezzel van vége a harmadik negyednek, ami hát továbbra is kart ki kart küzdelmet hoz, viszont az a hatos, az lehet, hogy nagyon sokat érhet negatív értelemben a Wolvesnak. Ettől függetlenül a farkasok vezetnek 6 ponttal. Jön a 2018-as Fezenhalfel szezon utolsó negyede. Következik tehát az utolsó negyed. El fog dőlni ebben a 12 játékpercben, bár nem biztos. Egy jó hosszabbításos mérkőzés? Hát igen. Ugye egyelőre 6 pont a Wolves előnye tehát, de hogyha valami balul sülne el a farkasok számára, azért ez még javítható, hogyha esetleg hátrányba is kerülnek. Márpedig Uribe most ehhez lépéseket, sőt! Nagyon szépen küldte el Lewis-t, aki ugye most, mint említettük, safety-ben áll fel. Alvin Reels volt az, aki visszaért, és ő szerelte végül Uribét. De hát ezzel is nagyon közel került az endzonhoz, a Miskolc Steelers. Üres területen Uribe lerázza először Lewis-t, de aztán utána végül jön Reels. Ugye azért Reels védő MVP címéhez azért kevesebb kétség fér. Semmi kétség. Ő hozzá semmi kétség nem fér, hiszen ezt már elmondtuk, hogy egymással szemben játszik a két legjobb import, és a két legjobb játékos itt a HFL-ben, André White és Alvin Reels. Ez most sehova. André White-ot állították meg. És ugye beszéltünk arról, hogy mezei cornerback pozíciója, az lehet, hogy azért van egyébként, mert hogy ugye szeretnék a futással egy kicsit presszionálni, hogy a szélen biztosan le legyen zárva. Óriás ütközés a végén, óriás ütközés a közepén. Ott Bicskei, az elszenvedője, bam. Aztán utána ketten jönnek végül, természetesen Alvin Reels, hogyha már dícsértük. Az utóbbi percek azért elsősorban velük telnek. Második és 12. Mezei egy az egyben Uribén. És Uribe nem tudta behúzni.
Mezei hátáról próbálta összeszedni ezt a labdát, és volt rá némi esélye. Bravúros cirkusz mozdulat lett volna egyébként, nézzük, ugye 1-1 van, leszedi magáról a kezét. Talán egy kicsit jobb helyre is mehetett volna ez a labda. Hát kevesebb esélye volt azért erre, hogy ezt behúzza, mint hogy nem húzza be. Harmadik és 12. Bizony. 10,5 perc van még hátra a döntőből. Viszont csak touchdown esetén tudná átvenni a vezetést a Steelers. Hiszen akkor az extra pont jöhetne még utána. Sárga zászló. Nagyon-nagyon fontos lenne egyébként most pontokat szerezni a Miskolc Steelersnek. Defense 93-as, 5 yard büntetés, harmadik kísérlet. Harmadik és 7. Egyel talán kellemesebb. Ott volt a bemozgás. Egyelőre inkább a Wolves oldalán a szabálytalanságok. Buta hibák ezek ennyire közel az endzónhoz. Ugye a 10 yardoson van most már a Miskolc Steelers. Darius Lewis és Uribe néz farkas szemet a képernyő alján. Jordan. Nagyon közel! És megmenekül az interception-től. Madarasi és Mezei egymás ütötték el. Óriási nyomás jön rá, itt lehet látni, ketten is érkeznek. Pfú. Húha. Nem az első, amikor két Wolves játékos zavarja egymást az interception-nél. Mezei és Madarasi. Field goal kísérletet látunk közben egyébként. A biztos pontokra megy a Steelers. 3 pont lemaradásban maradhat ugyanakkor. Jónás field goalja. Nem remeg meg a lába. 27-24. Szoros. De nem touchdown. És nincs Steelers vezetés. Csak úgy, ahogy a Tigers egyszerűen nem tud vezetni a Wolves ellenfele. Ugyanakkor, ha most az előbb bement volna az extra pont, amit Lions rugott, ugye akkor 4 pont a különbség, ami azért egy komolyabb, mint egy 3 pontos vezetés. De továbbra is vezet a fekete mezes Budapest Wolves. Viszont a Wolves most azért támadhat a negyedik negyedben, hogy 2 labda birtoklásnyira hízlalja az előnyét. És mire a Steelers azután visszakaphatja a labdát? Hát lévédő 9 perc, 54 másodperc. Az már akkor az nagyon-nagyon közel kerülnének a kupához. Remek meccs. Az utóbbi években is micsoda fordulatok. A Steelers elnöksége. Pál Sándor és Nádi Gyula. Nem igazán tudnak leülni az izgalomtól. Nem hát meglepő. Ez nem az a meccs. Nyilván ők is sokkal nyugodtabbak lettek volna, az 1 pont sem egy megnyugtató előny, de legalább előny. Ne felejtsük el, 0-14-ről kellett visszadolgoznia magát a Steelersnek. És összességében azért azt elérte a csapat, hogy mondjuk ne legyen nagyon-nagyon sima. Lapos rúgás, gyakorlatilag gurult a füvön, Varga gyűjtötte ezt össze. Na hát akkor nézzük, Bencsics Márkék be tudják-e húzni azt a 2 labdaszerzéses előnyt. Csak is touchdownnal jöhet ez össze. Ha field goalon maradna esetleg a Wolves, akkor ugye 6 pontra nőne az előnye. Ilyenkor mit veszel elő? Passz? Lenner? Lenner nagyon jól muzsikált egész eddig, úgyhogy lehet, hogy támaszkodnék rá, az biztos, jó a formája. És hát itt ez Kovács István is. Most ez egy szolidabb haladás csak, de haladás. 2 yardot sikerült haladnia Lennernek. Steelers minden ellenfelét legyőzte már ebben az idényben, hiszen az alapszakaszban a Cowboys ellen szenvedett vereséget ezt az elődöntőben javította.
A Wolves pedig csak a Steelers ellen kapott ki, viszont úgy lehetne bajnok, hogy szintén minden ellenfelét legyőzte a AFL szezonban. Lenner fut. Második kísérletre ebből is nagyjából 2 yardot tudott kihozni. Lenner egyébként futással és elkapott yardokkal már 120 yard felett. Ott pedig Stadlert rázza le nagyon szépen. Bátó pedig érkezik egy fog összeszorítós ütközéssel. Na hát 3. és 5. Bencsics. Lesz a célpontja. Bencsics indul el. Ethan tereli kifelé. Nincs first down. Számítottunk arra a mérkőzés előtt egyébként, hogy Bencsics lábával komolyan kell foglalkozni a Miskolc Steelersnek, és azzal, hogy az ötös játékost Mitch Ethant rárakják, azzal azért tudják negálni azt az előnyt, amit Bencsics lábai jelentenek. A saját 45-ösén a Wolves, 4. kísérlet, hát ez nem az az időpont, amikor érdemes lenne rizikózni. Úgy néz ki, hogy marad a 3 pontos előny, viszont 3-and-out-ra kényszeríti a Wolves-t a Steelers. Lesz-e trükk? Nem lesz trükk, egyelőre úgy néz ki. Szépen megnézi a labdát, megvizsgálja, és egy bődületesen nagy rúgást indít. Battle pedig hagyta. Maga a rúgás hossza nem volt rossz, de a pattanás az nem segítette Majorost. Bő 8 perccel a mérkőzés vége előtt a Steelers támadhat. És megint a vezetésért, de megint csak touchdown esetén jöhetne ez össze. Hát a 3 pontos előny, az most elfogyhat könnyedén ebben a drive-ban. A védelemnek most fel kell lépnie és bebizonyítani azt, hogy meg tudják állítani egyébként White futásait, Jordan futásait, Uribe elkapásait. Jordan kivezeti a srácokat a huddle-ből, az utolsó egyeztetés még. Ugye ráadásul nagyon hamar leparancsolta most a Steelers a Wolves offense, tehát megint jöhet a védelem, ami most egy kicsit talán a fekete mezőség részéről fáradtak. A trükkös játék! Uszenko, de beérik, de be fogják érni, ettől függetlenül egy nagy játék! Mit nem tud csinálni ez a fiú? André White bal kézzel passzol! Benne volt végig a szezonban egyébként, hogy ezzel a TOSZ játékkal még akár meg tudnak húzni valami váratlan. Uszenko nagyon-nagyon szabadon volt. Ugye felugrott mindenki White futására. Nincs ember a közelében. És egy kicsit elveszíti az egyensúlyát. Reels érkezik. Meg Madarasi Richard. Ezt a fiút. És ment a trükkös játék. 2016-ban Vasil Jordan szintén nem passzolt az utolsó negyedben. Ha még emlékeznek, egy szerb játékosa volt akkor a Steelersnek, és előadták a trükkös játékot Rice elkapásával. Földön, vízen, levegőben André White futójátékban is nagyon szépen termel. Ez alapvetően egy touchdown pass volt, Uszenko megbocsaklott egy kicsit. Belenyúlnak a kalapba, és úgy gondolják, hogy ha mikor máskor húzzuk elő egyébként ezeket a játékokat, mint a 4. negyedben az év legfontosabb meccsén. Mert hát ezt még Kovács István is mondta, hogy itt már nincs mire várni. Mindenkinek mindent, az összes játékát, amit hasznosnak érez, meg kell csinálni. A White ezúttal nagyon szép mínuszos szerelés. Ezúttal ez egy nagy játék. Bíró Szabolcs kapcsolja le. És költözik hátra ezúttal a nyalóka. Ne felejtsük el, egy field goal-lal kiegyeníthet egyébként a Miskolc Steelers. De még mindig nem vezethet. Így van. Nagy védekezés. Bíró Szabolcs lendületét azért nehéz imitálni máshogyan. Nagyon szépen játszik. Közben Troy Baker-t látjuk egyébként a Budapest Cowboys. Korábban a György Sárk edzőjét. A Sárcnál vezető edző, a Cowboysnél poszt edző. És hát nem biztos, hogy elbúcsúzunk tőle. Valószínűleg a következő szezonban is láthatjuk majd itt Magyarországon.
Csipszó van a játékban, egy sárga zászló is repül. Beugrott valaki? Tárt. Offense, 82-es játékos, 5 yard büntetés, marad a harmadik kísérlet. Volt egy nagy elkapása Ushenkónak, de azért ez összességében nem az ő drive-ja, hiszen abból azért többet is ki lehetett volna hozni. Most pedig költözik hátra a Steelers emiatt. Ráadásul Jónás Máté lábát nem feltétlenül láttuk mondjuk a bemelegítés alatt, de szerintem ez már kint van az ő távolságán. 27-45. Éppen berúgott egy 45-öst, azt hiszem, az elődöntőben. Azzal lett 33. Ez lehet 44-es volt, valami ilyesmi. Szerintem ez minden esetre szép teljesítmény lenne tőle. Jordan! White! Középre! White! Vezet a Steelers! André White, touchdown! Átveszi a vezetést a Miskolc Steelers! 3 touchdown André White-nak! Mire képes még ez az ember? Hihetetlen! Először passzol egy nagyon hosszút a drive elején, majd elkapásból hozza egyébként a touchdown-t, úgyhogy végül szétdominálja a Wolves defense-ét futójátékkal. MVP. Szezon. Nincs kérdés. Év. HFL éra. Összesen 188 yardot hozott eddig, és ebben szerintem nincsen benne az, amit passzolt. Extra pont. Jónás. Jó az, nem jó nem az jó. Extra, nem jó az extra. Kikanyarodott valahogy, úgyhogy most akkor 30-27-re vezet a Steelers. Kovács Bálint statisztikus kollégánk itt mellettem mutatja, 246 yardot hozott össze eddig White. Ah. Majdnem 250 yardot, és még nincsen vége a mérkőzésnek. Nem láttunk még ilyet Magyarországon. Nincs ilyen, azért... Ez nem egy szezon HFL MVP-je, hanem amióta ezt a bajnokságot itt játsszák. Azt a mindenit. És hát White. Akkor 3 pont különbség újra, csak most már a másik oldalra. És megint egy hiányzó extra. Hát a feszültség az most már tapintható ebben a stadionban, a Wolves oldalvonalán. Tapsolnak a srácok, de komolyan, elszánt tekintetekkel. Érzik most a nyomást. Field goal-lal elgál. Csak touchdown-nal vezethet megint a Wolves, de a mérkőzésen először nem vezet a Farkas Falka. Hát nézzük, hogy hogyan tudnak játszani hátrányból. És 0-14-ről jött fel ez a csapat. Tehát hozott egy szakaszt, amit megnyer 30-13-ra. Jónásnak itt egyébként úgy remegett meg a lába, hogy nem volt rajta nagy nyomás a környékén. Na de lássuk, hogy hogyan sikerül a kickoffja. Ja, volt egy ugyanerre kifelé vágódó extra pontja, amivel nem tudta elérni a döntetlent a Steelers a Cowboys ellen. Most egy mély rugás. Eleket találja meg. Jöhet a Wolves visszahordás, de meddig mehet? A 20-asról, azaz a 30-asról éppen csak kijött. Uri beadott hátulról egy szépet Eleknek. Tempóból érkezett a fiú. Hát ennek a döntőnek tényleg már csak a hosszabbítása hiányzik. Nagyon-nagyon tetszene, bevallom őszintén. Tényleg úgy gondolom, hogy ez az adok-kapok az, ami egyébként meghatározta ezt a szezont abból a szempontból, és hogy nem tudtuk eldönteni, ki a legjobb csapat Magyarországon. És egy ilyen döntő abszolút hű ehhez. Offside, rugó csapat. Az 5 yardos büntetést a játék végétől mérjük ki. First down. Valamelyik játékos becsúszott ugye a kickoff vonalán előre. A saját 37 yardosáról indulhat a Wolves. Nincs Getcher, ettől függetlenül az arzenálja megvan még Bencsicsnek. És ott van akár Lenner, de ezúttal Elek. Gyorsan elindított labda, Elek elkapása megvan. Nagyon mélyen védekezett rajta Jónás, ezt olvasta le Bencsics, aki még a játék előtt hívta egyébként át azt, hogy mi legyen az útvonal. Rögtön dobta is ki egy gyors labdával. Jónás pedig már csak zavarni tudott. Ezzel akkor 2. és 5.
Lenner. Ezúttal átadja Lenner. Nagy terület. First down. Átmegy a Steelers tér felére a Wolves. Ugye még folyamatosan számolgatni fogunk. Több mint 5 perce van még a mérkőzésből a csapatoknak. Hát Lenner. Ez a Wolves még akár elég gyorsan végigmehet ahhoz is, hogy a Steelers visszakapja a labdát. 5 perc bőven. Bőven. Ugye általában 3 minute offenzekről szoktunk beszélni, amikor be kell fejezni a játékot. És 3 percünk van arra, hogy eltegyük. Akkor sokkal több futás, ugye folyamatosan figyelni kell arra, hogy benn maradjon a játékos a pályán. De hát egyelőre igazából arról beszélünk, hogy át szeretnék venni a vezetést. Igen, elsősorban ugye ennek kell teljesülnie. Madarasi! Madarasi! Kristóf megint észrevéteti magát egy elkapással. Nagyon nagyot játszik. Mennek is előre, költözik a chain. Betul aztán utána még ad egy viszonylag nagyobb puszit Madarasinak. Lenner pedig érkezik. Gyönyörűen vág még be. Remek futás. Nagyon-nagyon feltörgette most az iramot a Wolves. És egyáltalán nem tűnik úgy, hogy hátrányból problémája lenne a csapatnak. Itt mutatott valamit. Fogy a terület. Nagyon szépen halad a Wolves, és ez már ugye field goal távolság Ben Lyonsnak. Második és 2, de nem akar field goalon megállni a Wolves. Az Lenner, biztos. Lenner first down, aztán egy kicsit botladozik, Stadler pedig bosszankodik. A híres fűszörny elgáncsolta Lennert. Avi Rios közben váltja Lennert. Svak Renato. Fiatal miskolci játékos, most óriási nyomás alatt játszik a Steelers, valahogy meg kellene állítani a Wolves, de egyelőre nem megy, Reels ezúttal fut. Hatalmas nagyon élmény. Látni egyébként Reels-t és Mitch Eaton-t, ahogy ütközik. Igen. És hát ugye az utóbbi időben André White, Avi Reels údáitól zengünk, de hát azért ne felejtsük el, hogy tavaly még ilyenkor ugye Mitch Eaton volt az, aki hát úristen, milyen, hogy ütközik, milyen dinamikus. Közben a passz, húha, és sikerül Szabó Martinnak leütni. Egész közel volt egy elkapáshoz is egyébként Szabó Martin. Na, ha valamire nagyon kell figyelnie Bencsics Márknak, az az, hogy okosan bánjon a labdával, ne erőltesse be olyan helyekre, ahol nem kéne. Mert nagy baj lehet abból, hogyha most itt eladja ezt a labdát. És Bartos mentett. Óriási döntők évről évre, és mindegyiknek a részese. Elek! A Steelers! Elek! Hát ezt honnan kapta le? Sikertelen a passz! Húha! Sikertelen a passz, azt mutatják a játékvezetők. Azt a mindenit! Bencsics kiforogna, nézzük! Elek kapja le. Ez jó. Ez jó. Na nézzük, birtokolja-e. Birtokolja. Ott már nem viszont. Ott már nem. És megtette egyébként megfelelő mennyiségű lépést, ugye ez számít. Visszanézzük. Hallgassuk Rolandot. Pályához a döntés, incomplete plusz, az előző kísérletet visszanézzük. Lehet, hogy ezen eldőlhet akár a meccs is, hiszen ha nem is touchdown, de gyakorlatilag ugye gólvonali a szituáció. A kérdés nem az, hogy gólvonali a szituáció egyébként, hanem hogy... az, hogy negyedik jön. És tehát, ha ez nem volt elkapás, hanem incomplete plusz volt, akkor nincs kérdés. Akkor nem nincs. Kerülnek közel hozzá, és hanem most. Akkor... Első csapat időkérés, hátralévő idő 2 perc 54 másodperc. Hanem a 15 yardosról támadnak, és negyedik kísérlet van, tehát a döntetlenért rúgnak. Igen. Ha viszont ez touchdown, az elkapás jó, akkor touchdown. Akkor touchdown. Érzésem szerint. Akkor touchdown. Akkor touchdown. Puh. Én kimerem mondani. Igen.
Majd mindjárt megnézzük. Na nézzük. Előjön tehát a videózás is, ami azért jól működött a szezon során. Hova ment felelek? Elképesztő. Jónás Máté kezei fölött megy el a labda. Egy láb, két láb. Szerintem az touchdown. És akkor így touchdown. Ott már nem birtokolja, ez fontos, de addigra már szerintem áttörte azt a síkot. Ott lent van a bal láb, és nyújtja befelé, ugye a pilon vonala itt eléri. Kérdés, hogy kint van-e egyébként? Mi? A labda? A labda, így van. Aha. Tehát egy másik dimenziót is behoznál a képbe, nem mint hogyha itt ez nem lenne elég. Szétdimenzionálom a kérdést. Hát egy nagyon szép elkapást láthatunk, ez egészen biztos. Talán kicsit közelebb jutunk, bár itt se feltétlen. Ugye itt ilyenkor maga a képanyag megléte miatt sem biztos, hogy ez touchdown lehet. Ugyanakkor elkapás? Szerintem elkapás, így van. Hát akkor itt, ugye, itt kell megállapítani, hogy vajon hol a labda? Szerintem most már ez nem megy a diskurzus, igen. Igen. De arra nem biztos, hogy lesz bizonyíték. Sőt, hát innen azt mondom, hogy nem lesz bizonyíték arra, hogy hol a labda. Kívül van-e már a pályáról a pilon vonalán? Mert a pilon vonalát hosszúságában eléri a labda, ez biztos, csak szélében. Talán itt majd. Hát nem. Nem, minden esetre azt én biztosnak veszem, hogy három darab lépést megtettelek egyébként ezzel, amivel egyébként már ugye azt mutatja, hogy birtokolja a labdát. Onnantól kezdve vagy fumble-ről van szó, ami kiment az oldalvonalon, vagy touchdown-ról. Kruccs Rolandék, és most valószínűleg ezt nézegetik egyébként. Hát, eddig egyébként viszonylag játékvezetői szempontból nem volt egy nehéz meccs. Olyan nagyon sok, ugye videózás egyáltalán fel sem merült, Breznai Endre folyamatosan azért nézte egy-két esetben, amikor ugye érdemes volt visszanézni, de na de ezen gyakorlatilag itt most akár egy mérkőzés is múlhat. És mondjuk 2 perc, 54 másodperc múlva játékpercet mondok természetesen, kiderülhet, hogy ez mit ér? Lehet, hogy győzelmet ér. Könnyen lehet, hogy győzelmet ér. Ha viszont nincs meg, akkor még egyébként a Wolfsnak azért van egy esélye a másfél yardosról. Tehát azért az onnan könnyen lehet, hogy 4 kísérletből megcsinálják. Hát, innen csak találgatni lehet, hogy vajon a pilon előtt már kimegye a labda, és csak később jut át a vonalon. Ugye azért is nehéz egyébként ez most, mert a pályán hozott ítélet alapján nem tudjuk, hogy touchdown-t vagy ítéltek-e, vagy sem. Hiszen incomplete passt mondtak. Ha esetleg egyébként itt meg lenne már egy ítélet a pályán, amit csak meg hazudtolni kell, úgymond, akkor könnyebb lenne a helyzetük, és azt mondják, hogy nincsen megdönthetetlen bizonyíték. Na de lássuk, komoly döntés, feszült arcok. Egy bólogatással érkeznek vissza. Egyetértés. Unity. Na halljuk Kruccs Rolandot, mi az ítélet? A visszanézés során a pályahozott döntést megváltoztatjuk. Birtokolt labda, a receiver benyújtott, áttörte a vonalat, sikert, a kísérlet eredménye touchdown. Touchdown, Wolfs! Nagyon fontos döntés. És amennyire ugye itt beszéltünk, hát nagyon nem irigyeltük ebben, azt hiszem én magam nem irigyeltem a játékvezetőket. Mindig azért igyekszünk mi is ítéletet mondani, hiszen látható, de ez egy borzasztóan nehéz döntés volt. Nagyon, nagyon. Úgy gondolom azonban, jó döntést született, és hát akkor visszaveszi a vezetést a Wolfs, és időt hagy egy ellentámadásra. Ha most ez az extra nem sikerülne, akkor azért megint csak fura matek jönne. Na de nézzük. Lions nem hibázik. Jó. 34-30. Azt hiszem, hogy kimondható, ebből egál. Hát nehezen lesz. Nehezen, így van. Most már. Vagy kivédekezi a Wolfs, vagy a Steelers ellencsapásával meg tudja fordítani a mérkőzést. A Steelersnek egyébként most úgymond nagyon egyszerű helyzet van.
TD. Touchdown-t kell csinálni. Nincs kérdés. Semmi. Nincs kérdés. Negyedikre mindig neki kell menni. Ődületes elkapás volt egyébként az elektől. Hihetetlen magasra ment fel érte. Hatalmas nagy kárblokk ugye Reels-től. És Jónás a fejét fogja, nem véletlenül. És Bodnár Benedek volt az, aki kis hián végül is legalább a touchdown-t megakadályozza, de nem. Jónás fölött elmegy a labda. Ott a kádlok. Madaras is egyébként nagyjából szabadon van, de Eleknek csodás helyre ment a labda. Magabiztosabban tud dobni. Innen még jobban látjuk majd. Jónás pedig a labdára megy. Ha itt Elekre megy, könnyen lehet egyébként, hogy nincs meg az elkapás. De hát nyilván később állna több gondolat. Kap egy óriási terrel is ejti a lasztit. És hát akkor nincs appelláta. Touchdown kell szerezni a Miskolc Steelersnek. Ahhoz, hogy megnyerhessen a döntőt. Évben, amióta a Digisport közvetíti a Hungarian Bowl-okat, ilyen meccs. Óriási meccsek. A Wolves vezet 34-30-ra. És Ben Lyons kirúgása. Ezúttal most nincs touchback. Uribe hordhatja vissza. De vajon meddig viszi? A 25-ösig nagyjából. 75 yard. 2 perc, 47 másodperc. Jordan White Uribe. Veszel még elő. Könnyen lehet, hogy előkapnak még valakit. Ilyenkor azt szokták mondani, hogy ne játékokban, játékosokban gondolkozz. Muszáj, hogy playmakerek kezébe add a labdát, és hát ki az, aki nagyobb playmaker lenne, mint az a játékos, aki egyébként egész eddig 4000 yardot termelt ezen a mérkőzésen. Egészen fenomenális. De lehet, hogy nem lesz bajnok ez az ember, aki mindezeket a számokat magáénak tudja. 2 perc, 47 másodperc van hátra. Ennyi ideje van a Steelersnek ahhoz, hogy fordítson. White kapja meg a labdát. Fut elsőre a Steelers. Nem túl messzire. És ez a játék nem feltétlenül segíti azt egyébként, hogy egy 2 perces offense vezessenek. Amikor tavaly hátrányból támadott, a Steelers 4 pontos hátrányban volt. 14-10-re vezetett a Cowboys. Sokáig vitte a drive-ot, de nem touchdownig. Nem lett belőle pontszerzés. És nagyon-nagyon hasonló ez a drive is. Minusz 4 pont, nem elég a field goal, csak a touchdown kell. White, az elkapás megvan, és ki is megy. First down viszont még nincs. 3. és 2 lesz ez, ha jól látom. Első kísérletet kell kiharcolni a Steelersnek. Ha 4. kísérlet van, menni kell. Ha 4. kísérletet állít meg a Wolves, valószínűleg megnyerte a bajnoki döntőt. 2012 után újra. Rilszé a szerelés. Micsoda élmény. 2 perc hátra lévő idő. Micsoda élmény ezt a két játékos nézni, meg ezeket a csapatokat. 2 perce van a Miskolc Steelersnek. A labda a saját 33-asán. Hát nem lehet azt mondani, hogy ebben a 47 másodpercben szétszántották volna a pályát. 7 yardra elég volt. Na és akkor igen. 2 perces figyelmeztetés. White kint elkapóban. 3 időkérése van mind a két csapatnak. Mezei próbálja meg feltüzelni a közönséget. Ezekért a pillanatokért játszanak ezek a srácok. Jordan leszifut már is oldalra. Jordan dobja meg középre. First down van Steelers. És a fél pályáig jön a Miskolc. Időt kérnek el. Ott lehet látni, hogy eljut a félpályáig. Lewis és Mezei az, aki együttesen megállították, nem kértek időt. Fura, nagyon fura választás.
50 yard még a Steelersnek. De lehet, hogy ők úgy okoskodnak, hogy touchdown csinálnak, így is tudnak, és kell még az időkérés, de nem akarják visszaadni a labdát Bencsicsék kezébe. Jordan indult meg. Most kérnek időt. Most az első időkérés Miskolci oldalon. De már a 42-esen, sőt a 43-ason. Időkérés Steelers, első csapat időkérés. Hátralévő idő 1 perc, 20 másodperc. Micsoda meccs, 80 játékidőbeli másodperc, 43 yard, és mindenkinek eszenciálisan teljesen egyértelmű a feladata. Állítsd meg, vidd be a TD-t. Kész. Ezért szeretjük ezt a sportot. So no huddle, okay? No huddle. I'm saying you can't, after the ball is down, you can't just, right. You gotta hit it. Go ahead. Go ahead. Hit your, hit your for this. Go ahead. Hey, why? Is it the corner city? No, not for you. No, 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 go for it. 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 Ginor van harmadszor döntőben a Steelers, de másodszor veszíthet. Vagy másodszor nyerhet. Árulkodó, az biztos, hogy ezután a mérkőzés után valamelyik csapat játékosainak a szíve megszakad. Mert olyan esély. Bődületesen nagy meccs. Sok pontos meccs. Az utóbbi évektől eltérő karakterisztikájú meccs. Kecser már nem segíthet. Ott volt civilben. Válvédő, sisak és mez nélkül. Jordan. Jordan végül beleáll. Mi is kapott el? Csinálja Uribének. Uribe elkapása. Hogy dobta el és mit kapott el? Jordan hogy menekült onnan ki? De jó ég, és az utolsó másodpercet is azzal töltötte, hogy beleálljon a paszba. Itt látjuk. Fölép, nem tudja rögtön dobni, nem tudja rögtön dobni, bíró ott van. Jön rá a nyomás, és az utolsó másodpercben engedi el. Uribe az elkapás, Hunkának jön le a sisakja. Hunka pedig ennek köszönhetően jön le a pályáról. Ez ugye már is egy esély. Időkérés. Időt kell kérni a Wolfsnak. Időkérés Wolves, második csapat időkérés, hátralévő idő 1 perc, 9 másodperc. És ez probléma. Megint csak a taktikai időkérések szempontjából ez most probléma. Ugye itt az a következő játékban nem lesz fent Hunka. Jordan, tesztel? Az időkérés miatt visszamehet. Visszamehet. Tehát az időkérés akkor után ez valószínűleg most ezért. Valószínűleg, mert ott ugye azonnal megbomlott egy kicsit az egység. Hát mindenkinek a legjobb védelmi felállásnak kell fent lennie, mert a Steelers megérkezett. A Steelers ott van a 20 yardos előtt. Éppen egy nagyon-nagyon kicsivel. A vörös zóna határán. Hát most nagyon nehéz szavakat találni azért arra, hogy micsoda izgalmak vannak most itt a mérkőzésen. A miskolciak átbeszélik utoljára, ugye hallottuk az előző időkérés alatt, hogy no huddle-ben fognak haladni akkor, hogyha esetleg bent ér véget a játék. De még bő egy percük van. És kettő időkérésük. Zicserben tehát a Steelers, azt lehet mondani erre, de a field goal nem elég. A field goal nem elég, 4 pont a hátrány, 21 yard, 69 másodperc. Jordan, menekülnie kell, most passzol, Ushenko, ki kell lépni kifelé. Kilépette. Ugye a first down határán gyakorlatilag. Fut az óra. Reels érkezik, és ott van Mezei. Mezei is nagyot játszik egyébként a meccsen. Hát Reelsről pedig tényleg csak szuperlatívuszokban lehet bármit is mondani. Második és egy. 36 másodperc. Jordan kapja meg a labdát. Hajjaj, nagy bajban! Felütik! És megvan! A Wolves a bajnok! A
Wolves a bajnok! A Budapest Wolves a 13. Hungarianból győztese! Erről tette Jordan, elpasszolta, és a felütött labdát leúzza a Wolves! Micsoda dráma végére! Hasonló dráma, mint tavaly, amikor Csöperkáló vitte le, ezúttal eladja. Az utolsó utáni pillanatig akart erőltetni, de nagyon közel voltak hozzá. A harmadik évben is elveszti a döntőt a Miskolc Steelers. Másodszor. Bocsánat. Zsinór van másodszor. A hatodik csapat. A hátralévő idő 25 másodperc. Amely a Wolves legyőzöttje a Hungarian Bowl-on. A Gladiators, a Cowboys, a Sharks, a Tigers és a Hurricanes után. A Miskolc Steelers legyőzője, a Farkas Falka. Ott van az interception, Homoki. A második interceptionje. Fú. Atyaég, milyen játék volt. És kié a beleütött labda? Meruca. Merucáé szerintem. És Meruca üt bele, és Homokié az interception. Sőt, Meruca sisakján vágódik felfelé. Homoki két interceptionnel. Te jóságos ég, milyen meccs. Milyen meccs volt. Mert hogy egy valamit nem akartunk azt hiszem elmondani erről a meccsről, hogy ennek a meccsnek egyszer vége szakad, de a meccsek már csak ilyenek. Ez egy tulajdonságuk, vége szakad. És ennek is vége szakad majd. 11 másodperc van hátra. Természetesen ugye még ezek a másodpercek, ezeket még meg kell várni. Steelers, második csapat időkérés. Hátra lévő idő 14 másodpercet szeretnék állítani. 14-es másodperc. A Steelers ki fogja kérni az idejeit, ne legyen kétségünk. A Wolves el fogja indítani futva a labdát, ne legyen kétségünk. 14 másodperc, tehát ami a hátra lévő idő. Fú, a minden itt neki. És itt vagyunk, hogy hát MVP-t kell választanod lassan. Hát MVP-t kell választanom, és úgy gondolom, hogy egy ilyen különleges eseményre lehet egy különleges választás is. Így van, ami majd még szépen megszületik. Az biztos, hogy egy valami megszületik másodperceken belül, hogy a Budapest Wolves 2012 után ismét bajnok lesz. A HFL éra első duplázója, hiszen eddig minden időkérés, csapat Steelers, csak egyszer nyert. Harmadik, utolsó csapat időkérés, hátlévő 10-es másodperc. Zahó, azt várják tőled, hogy MVP-t mondj most. Most mondom, amellett nem lehet elmenni azzal együtt sem egyébként, hogy egy olyan játékosról van szó, aki egyébként nem a győztes csapatban van, hogy 253 yardot szerzett. André White teljesen megérdemelten MVP, a Budapest Wolves pedig teljesen... És a Budapest Wolves pedig 2018-ban a HFL bajnoka, miután 34-30-ra legyőzi egy fantasztikus döntőn a Miskolc Steelers együttesét. És fennállása során 6-szor Hungarian Bowl győztes, 7. alkalommal pedig magyar bajnok. Mivel 2015-ben a Bratislava Monarchs ellen veszítette el a HFL bajnoki döntőt, de a magyar bajnoki cím az övé lett. Óriási, felülmúlhatatlan döntő volt. Kovács István pedig vezetőedzőként az első bajnoki címét szerzi. Így van, hiszen ő 2012-ben még nem volt vezetőedző. Azt Lee Lafka vezetésével nyerte a Wolves, és Kovács Istvánnak is ez egy olyan áttörés lehet, ami alapján a Wolves építhet egy bajnok csapatot, akár egy dinasztiát, de hát persze ennyire még nem szabad előre rohanni. Hát ez fantasztikus, fantasztikus mérkőzés volt. 14-0-val kezdett a Wolves, de aztán valahogy
a Steelers olyan lelki erőről tett tanúbizonyságot, ami alapján vissza tudott jönni, mert hogy nem véletlenül játszik egy együttes zsinórva a háromszor Hungarian Bowl döntőt, de átvette a vezetést ugyan a negyedik negyedben, de elvesztette a mérkőzést. És hát a nüanszok, az egy extra pont kimarad mind a kettő oldalon, ha az a miskolci extra pont ott van, akkor már is csak field goalig kell hajtaniuk a srácoknak, ami egyébként ott volt. Nagyon-nagyon kritikus az apróságokon múlt ez a döntő. Most elmegyünk egy kis szünetre, mi is megpróbáljuk feldolgozni a történteket, utána pedig jövünk vissza. Örömszavak lesznek, értékelések lesznek, éremátadó, úgyhogy érdemes ezt még megnézni. Nem akármilyen döntőn vagyunk túl, az újpesti Szusza Ferenc stadion. Nem biztos, hogy az utóbbi években látott ilyen magas színvonalú sporteseményt. Ez egy felejthetetlen döntő volt. Szerintem mind a kettő csapatnak felejthetetlen. Mind a Miskolc Steelersnek, amellett egyébként, hogy valószínűleg most nem vidámak, de nagyon-nagyon nagy küzdéssel hozták ezt a meccset, és teljesen megérdemelték volna egyébként azt, hogy ők kerüljenek feljebb, de ez most a feketemezes Budapest Wolvesnak sikerült. A feketemezes Budapest Wolvesnak, ahol nem volt egy nagy gigászi teljesítmény, mint André White a másik oldalon, aki egy HFL döntőben közel 250 yardot tesz meg. Egy olyan játékos, akinek a jelenléte egyszerűen azt hiszem, hogy felülmúlhatatlan, és nagyon-nagyon örülhetünk, hogy egyáltalán láthattuk őt játszani. Annak is örülhetünk, hogy Mitch Eatont láthattuk játszani, ő biztos, hogy nem lesz ennyire boldog, övé a szó. The guy said that you are not satisfied. Nem vagyok elégedett, megpróbáltunk nyerni. Kétszer annyira keményen küzdöttünk. De hát ez most egy nagyon kemény, nagyon nagy meccs volt. Nagyon-nagyon jól felépített csapat volt az ellenfelünk. Are you satisfied with your team? It's a very small team. Elégedett vagy a csapatoddal, nagyon kevesen vagytok. You made it to the finals. Megcsináltátok a döntőt harmadszor zsinórban, és megint bebizonyítottátok. Igen, de minden évben egy új csapat van. De minden évben ennek egy lenyomatát adjuk, hogy kemények vagyunk, jól küzdünk együtt. És hogy a Steelers megérdemli, hogy létezzem. Az új importok bebizonyították, hogy fantasztikusak. 250 yardot csinált Uribe nagyszerű elkapásokkal. Látni fogunk titeket a következő szezonban. A Steelersben nem vagyok benne biztos, hogy mit hoz a jövőnk. Most csak azt tudom, hogy mi volt a nap végén. Csapatként küzdöttünk, csapatként akartunk teljesíteni. Thank you so much and congratulations for the second place. És akkor itt van már is Kovács István. Egy boldog hadvezér, 2015 után visszatértetek és megnyertétek. Azért izgulós volt. Döntőhöz méltó, úgy gondolom. Nyilván én jobban örülök valószínűleg, mint a miskolciak, de ez egy döntőhöz méltó mérkőzés volt. A végén kiélezett. De nagyon örülök neki, hogy a végén a védelmünk döntött el. Ez nagyon-nagyon kellett is nekik, meg így volt stílszerű. Nagyon jól játszottak egész szezonban. Azt kérdeztem, hogy Gecsert lehet-e pótolni. Madarasi Kristóf szerzett 2 touchdown, ő lett a mérkőzés MVP játékosa. Kellenél több? Hát én nagyon büszke vagyok mindenkire a csapatban. Tehát nagyon-nagyon jól játszottak mindenki, és mindenki hozzátette a magáit. Nagyon sajnálom Máté sérülését, remélem mi hamarabb felépül, de nagyon büszke vagyok mindenkire, hogy amikor kellett, akkor föl tudott lépni. U19-es bajnoki cím, HFL bajnoki cím. Minden rendben van? Hát az, hogy minden rendben van, azért nem ismerek olyan edzőt, aki hátra szokott dőlni. Nagyon-nagyon büszke vagyok mind a junior csapatunkra, mind a felnőttekre. Nagyon-nagyon jó programunk van, úgy gondolom. Az egész egyesület, akár a menedzsment, akár a játékosok, edzők nagyon büszkék lehetnek magukra. Nagyon sokat dolgoztak, és úgy gondolom, hogy nagyon szép eredményeket értek el. Bízom benne, hogy ezeket, ha lehet, akkor még fokozzuk a jövőben.
a harmadik negyed előtt arról beszéltünk, hogy te még várod a trükkös játékot, érkezett André White, passzol, de ennek ellenére meglett. Az a játék nagyon meglepett? Bevallom őszintén, én nem láttam, mert az offense-zel beszélgettem. Azt láttam csak, hogy egy óriási elkapás volt. Hát tudtuk, tehát muszáj is volt. Ugye az egész stratégiánk erre alapult, hogy ők legyenek kényszerben, és ők menjenek az eredmény után, mert így a hiba is könnyebben jön, meg nem tudják a saját stílusukat játszani. De tudtuk, hogy valami váratlan úgyis megpróbálnak húzni. Sajnos nem voltunk elég felkészültek, tehát azért azt kell mondjam, hogy sokszor megleptek minket. Nagyon, nagyon jól dolgoztak a miskolciak le a kalappal előttük. De értem szerint örülök, hogy a végén azért mi kerekedtünk felül. Következő szezonban nagy teher lesz címvédőként a Wolfson. A Kábel ezt úgy néz ki, idén nagyon nyomta. Én úgy gondolom, hogy ami nagyon fontos az, hogy itt voltunk a döntőben újra. Ez magabiztosságot ad mind az összes csapat részünknek. Úgy gondolom, hogy ma láttuk azokat az úgymond újonc hibákat, amiket friss döntősként, mert azért ki kell mondani, 3 éve nem jártunk itt. Sok olyan játékos van, aki nem járt itt. És igen, ezek előjönnek, ezek az apró pontatlanságok. Tehát úgy gondolom, hogy ennyire rosszul bizonyos értelemben nem játszottunk egész szezonban. De amikor kellett, akkor mindenki oda tudta tenni a magáit, az utolsó offense drive-ra, meg az utolsó defense drive-ra is gondolok, hogy a lényeg az, hogy hiába jöttek végig a pályán, megállított őket a védelem. Köszönöm szépen, és gratulálok! Várjuk a mérkőzés MVP-jét, addig tétek a szó, Andris. Köszönjük szépen, ugye a mérkőzés MVP-je nem lehet vesztes csapatból. Nyilvánvalóan azért ettől függetlenül továbbra is nem mehetünk el André White teljesítménye mellett. 250 össz yard, 3 touchdown a Hungarian Bowl-on. Hú, de várjuk vissza! Nagyon remélem, hogy visszatér jövőre is, és ott bebizonyítja azt egyébként, hogy lehető MVP. Nem csak a formája lehet MVP, hanem az is egyébként, amit odaadnak neki díjként. Összességében szerintem nagyon-nagyon jó tesz az, hogy ilyen szintű importok tudnak játszani nálunk, és attól függetlenül, hogy dominálják a ligát, ezektől a játékosoktól lehet azt megtanulni, ahova el szeretnénk jutni. Ugye éveken keresztül Troy Rice előtt esett le az állunk, de azt hiszem, hogy ez a liga fejlődését mutatja, hogy Troy Rice színvonalára ez a játékos, aki méltónak tartotta ezt a ligát, rá tud pakolni még egy szinten. Pontosan. Troy Rice azért az idei szezonban nem azt a teljesítményt hozta, mint egyébként korábban, de szerintem, hogyha azt a teljesítményt hozta volna is, akkor is André White teljesítménye sokkal jobb volt, mint az övé. Nagyon-nagyon jó lenne, hogyha őt viszont látnánk jövőre. Bevallom őszintén, kevés esélyt látok rá, hogy egyébként meg fog ő még jelenni magyar pályákon, de ez a szezon nagyon-nagyon jó volt, és bizonyította azt, hogy a magyar futball tart már ott egyébként, hogy egy ilyen kaliberi játékos játszon. És hát ugye amellett sem menjünk el, azt hiszem szó nélkül, hogy már az is bebizonyít, vagy azt is bebizonyítja a magyar futball, magyar-amerikai futball, hogy Troy Rice mellett számolunk, akár olyan magyar tehetségekkel, mint Elek Ádám, vagy akár Takács Bence, aki ugye nem tudta végig csinálni ezt a szezont. Nyilvánvalóan őt is várjuk majd vissza. MVP szavak. Hát akkor nézzük az MVP-t. Egy Kreinbacher Pezsgő. Gratulálok. Istvántól azt kérdeztem, hogy lehet-e pótolni Gecser Mátét. Hát sikerült. Milyen volt a mérkőzés? Úgy érzem, nagyon jó mérkőzést tudhatunk magunk mögött. A Miskolc nagyon megkeményítette a dolgunkat. De ahogy látod, ez egy csapat, idén minden összeérett, minden jól működött, és hát ez az eredménye. Egyelőre még ezzel nem gondolkoztam, de majd biztos leülünk és megbeszéljük ezt is. Nehéz, nehéz. Volt egy kis izgalom, de fel voltunk készítve nagyon jól az edzők által, úgyhogy amint látod, minden jól működött. A védelemben bíztatok itt a legvégén? Persze, mindig bízunk bennük, nagyon jók. Köszönöm szépen, és gratulálok nem csak neked, hanem az egész csapatnak, srácok! Madarasi Kristófé tehát a döntő MVP címe. 2 elkapott touchdown, de azért ettől függetlenül, hogyha ugye André White-ról volt eddig szó, rögzítjük azokat a tényeket, hogy Homokinak 2 interceptionje volt, Darius Lewisnak összeszedett fumble-je volt, és visszahordott touchdownja.
A védelem fellépett, ez teljesen egyértelmű. Lennert Péter is egyébként 100 yard fölé jutott, úgyhogy szerintem nem kérdés egyébként, hogy ez egy csapatként nyerte a Budapest Wolves ezt a nem is az MVP címet, de a trófát mindenképpen. És hát ugye Alvéri jössz a védelem tengelyében, úgy vezényelt, mint az utóbbi időben a Wolvesban. Nem sokan 2012-ben nyert utoljára bajnoki címet a Budapest Wolves, 2015-ben járt itt utoljára. A Miskolc Steelers pedig az utóbbi három évben zsinórban itt volt. 2016-ban a BVSC pályát bevette. Egy az emlékekben folyamatosan felfeltűnő, a Kábelsz sokáig kísértő, de aztán utána ezt magáról levető visszahordással. Troy Rice volt az az ember, aki gyakorlatilag ott akkor megnyerte a Steelersnek a bajnokságot azzal a játékkal. Aztán utána tavaly Troy Rice és AJ Benson vezetésével ez a Steelers eljött a Hungarian Bowlba, eljött az MTK stadionba, a Hidegkúti Nándor stadionba, és végül 14-10-re vereséget szenvedett egy borzasztóan éhes, nagyon-nagyon motivált és éles Cowboys-től. Fantasztikus döntő volt az utolsó playig, nyitott játékkal, és aztán utána Troy Rice elment a Tigersbe, AJ Benson elment az Eaglesbe, és akkor csak azt gondoltuk, hogy vajon visszajön-e Ethan, visszajött, és szerzett maga mellé olyan játszótársakat. Egy-két remek magyar játékossal kiegészítve, és hozzátéve, hogy bizony, akár olyan fiatalokkal, mint Bodnár Benedek, Miskolci Gábor, Svak Renátó, nem szabad elfelejteni, hogy Jónás Máté is ott van, csak ő már azért évek óta megmutatkozik, és Szabó Martin szintén, és ez a csapat szintén. Elég volt egy döntőre, de megint nem volt elég egy győzelemre. Szerintem Vasily Jordan arca azért mindent elárul most. Ott az a mosoly, de nagyon keserédes. Nagyon-nagyon szerették volna ezt. Úgy is egyébként, hogy nem ők voltak az esélyesek ezen a mérkőzésen. Tehát azért elmondtuk, hogy egy nagyon kiélezett meccs, de azért a sajtóban, illetve a csapatok körül azért az volt a konszenzus, hogy a Miskolc Steelers nem az esélyes. És mégis nagyon megnehezítették egyébként annak a Budapest Wolvesnak a dolgát, akik nagyon összeszedetten játszottak egyébként ezen a mérkőzésen. Mi lehet a Steelers jövője? Nyilvánvalóan Jordan alapvetően meg kell, hogy maradjon, de ezekből a srácokból Michi, André White, Uribe és Battle. Ki az a négy közül, vagy akár mindenki, akinek muszáj visszajöjjen, hogy ez a Steelers versenyképes maradjon mondjuk jövőre? Részemről nem kérdés egyébként, hogy Michi Eaton az, akinek mindenképpen vissza kéne jönnie. Nyilván egyébként André White hihetetlen teljesítményet meg tudná duplázni mondjuk jövőre, az nagyon sokat segítene, de ezt a csapatot Michi Eaton az, aki összetartja, mind szakmailag egyébként, mind pedig vezérként. Úgyhogy szerintem nem kérdés, ő az, akit mindenképpen visszavárjuk jövőre. Lássuk meg, hogy ki fog egyébként vele tartani még, de könnyen lehet, hogy a többiek tovább teszik majd a székhelyüket. Ugye 30 esztendős André White 31 évesen jönne vissza. Még tudna erre rápakolni? Láttad ezt a mérkőzést, Andris? Láttam. Akkor szerintem ez egy ilyen álnaív kérdés volt. Ez egészen lenyűgöző és tényleg heroikus teljesítmény volt. A Miskolc Steelers a 2018-as Fezen HFL bajnok ezüstérmese. Szabó Martin egy másik nagyon-nagyon meghatározó személyiség egyébként. Nem véletlen, hogy ő vezeti a bevonulást, őre is vezérként néznek szét a játékosok. Az elődöntőben pick-six-e volt, és hát ugye tényleg a magyar-amerikai futball szempontjából, a defensív back-ek közelebbről a cornerback-ek szempontjából meghatározó évek jönnek most, mint számukra, mint pedig ugye nyilvánvalóan a magyar válogatott számára. Szóval ez a két játékos. Ez nehéz. Lehet a két kezdő. Könnyen na lehet, de igen. Akkor most jöjjön az a Budapest Wolves, amely tehát 6 éve volt utoljára bajnok. Akkor ugye egy őrületes teljesítménnyel 65-21-re legyőzte a HFL-ére első évében a Budapest Hurricanes-t, amely ugye akkor az alapszakaszban le tudta győzni a farkasokat. A visszavágás nagyon súlyos volt. Bencsics Márk vezetésével jutottak el megint a csúcsra. Tavaly egy-egy mérkőzést hozott Bencsics úgy, hogy nagyon-nagyon meghatározó volt a teljesítménye most az egész szezonban. Ugye a döntőre úgy jöttünk ide,
hogy 20 passzoltás dánja volt, ehhez még hozzátette a mai hármat, ugye végül két madarasi és egy jelek elkapott touchdown formájában. Az interceptionök is nőttek, ugyan de ez most egyáltalán nem számít. És a Wolves is ráakadt két olyan remek import játékosra, akiket érdemes volt elhozni, Alvarez Juniorra és Darius Luizra. Hát mik voltak azok a pontok, ami a tavalyi Wolveshoz képest merőben megváltozott, hogy ez most egy bajnok csapat legyen? A védelem mindenképp előre lépett, és lehetne azt mondani egyébként, hogy a kettő import az, akik egyébként nagyon sokat hozzátennek, tesznek, ez így is van, de a magyar játékosok is nagyon szépen fejlődve bebizonyították azt egyébként, hogy a HFL-ben bajnoki címig tudják vinni egyébként ezt a csapatot. Mellette szerintem azért a támadó játék is megváltozott egy kicsit merészebben nyúltak a mélyebb passzokhoz. Látszott, hogy Bencs is tudja olvasni ezeket, meg tudja oldani ezeket a dobásokat, és az ő kimagasló vezéregyénisége is kellett ahhoz, hogy megoldja ezt a bajnoki szezont, de szerintem a védelem volt az, ami igazán előre lépett, és nyilván az a kettő importjátékos, aki érkezett hozzájuk, ebben vezérszerepet vállalt, ugye láthatjuk Luist és a háttérben pedig Alvint is. Ugyanakkor megint csak a magyar játékosok nagyon-nagyon szépen hozták az egész szezonban a teljesítményt. Így van, és mind a támadó sor, mind pedig a védelem rendkívül jól muzsikált, míg tavaly csak a támadó sor és a védelem csak nyelte a pontokat. Most a védelem meg tudta állítani az ellenfelek pontszerzéseit, ellenben ugyanannyi pontja, hanem több megmaradt a Wolvesnak. Madarasi Kristóf pedig megkapja a külön díjat, ugye a szövetségtől is, Bakrati Kornél főtitkártól a mérkőzés legértékesebbjének járó kis trófeát, és hát ott a tesó is, Madarasi Rihárd, aki a védelem egyik legjobbja volt, ha már ugye a remek magyar teljesítményekről beszéltünk, a labda mind a két oldalán, és ami most már csak hátra van, amivel hivatalosan is lezárul a 2018-as Fezen HFL szezon, a bajnok csapat, a Budapest Wolves! Tehát akkor megvan a hatodik győzelem és a hetedik magyar bajnoki cím, a HFL-ére első duplázója. És ha már ugye a Steelers jövőjéről volt szó, mi lehet a Wolves jövője? Hiszen említettük, Ádi említette, hogy az U19-es csapat is bajnok. Szép a jövő. Évek óta nagyon meghatározó egyébként az ifjúsági kerete. A Budapest Wolvesnak dominálják a magyar ligát. Szerintem egyébként ezek a játékosok kezdenek beérni. Én azt gondolom, hogy most egy idősödő és egy fiatalodó generáció az, aki összeért. De biztos, hogy nagyon fényes jövő áll egyébként a Budapest Wolves előtt, hiszen nem elég az, hogy az idősödő keretből egyébként most már egyre kevesebb olyan játékos van, aki meghatározó játékos náluk, és egyre több olyan fiatal, aki pedig előrelép. Szerintem ezek a játékosok még a következő éveket meg fogják tudni határozni. Ugye, azt hiszem, hogy nagyon-nagyon előre szaladunk ezzel a kérdéssel, hiszen a jelen az az ünneplésé, és a megérdemelt ünneplésé, hiszen ezért a szezonért a Wolves nagyon megdolgozott, minden ellenfelét legalább egyszer legyőzte, így, hogy a döntőben a Steelers-t is kétvára fektette, de nem volt a HFL-ben még címvédés. Ez lehet az a csapat? Ezt én nem jelenteném ki őszintén szólva. Könnyen lehet, hiszen ha belerakják ugyanazt az energiát, ugyanolyan jól sikerülnek az igazolásaik, nehogy Isten esetleg tudnak még más csapatokból a magyar játékosokat is még maguk köré rántani, az ifik fel tudnak nőni, akkor bizonyára egy nagyon sikeres csapat lehet ez a jövőben is. Könnyen lehet egyébként, hogy ők fognak tudni mondjuk legkamarabb triplázni, de nem vagyok benne biztos, hiszen lehet, hogy a következő szezonban megfordul a világ, és mondjuk olyan csapattól látunk kimagasló teljesítményt, akiről nem gondoltuk volna. Összességében egyébként még így a végén, neked milyen érzéseid vannak az egész szezon nézve? Voltak olyan mérkőzések, amik kevésbé voltak izgalmasak, ezt ki kell jelentenünk, de szerintem összességében a liga egy magasabb szinten tudott most működni, és nagyon-nagyon jó csapatok találkoztak. Attól függetlenül, hogy felső és alsóház kialakult, izgalmas mérkőzéseket is láttunk, és egy abszolút megérdemelt bajnoki címet.
A BKV előre pálya után tehát egy újabb gyep, amit bevesz a Budapest Wolves, mégpedig az újpesti Szusza Ferenc stadioné. És azt hiszem, hogy innentől kezdve mi már azt mindent kiveséztünk, legalábbis a legjobb tudásunk szerint próbáltuk, és ezennel is köszönjük az egész szezonbeli megtisztelő figyelmüket Zahovai Ádám nevében is, és hát nyilvánvalóan Koleszár Dávid nevében is, állandó szakértőink nevében. Koleszár Dáviddal még találkozhatnak, hiszen jön még az értékelés. Mi itt a kommentátorállásból búcsúzunk, és hát tényleg köszönjük figyelmüket. Nagyon szépen köszönjük. Viszlát! Hát akkor Andriséknak ennyi volt. Köszönjük szépen. Értékeljük mi is a mérkőzést. Mit láttatok a második félidőben? Milyen volt ez a második félidő, Kole? Hát nem lankadt a lendület, én azt gondolom. Talán a harmadik negyedben nem született annyi pont, mint egyébként az elsőnek a ritmusában, az első félidőnek a ritmusában, de attól függetlenül mentek a játékok, hosszú drive-okat vezettek úgy nagy általánosságban a csapatok. Nagyon látványos mérkőzés volt, sok ponttal, sok látványos play-jel, úgyhogy szerintem semmi okunk nem lehet a panaszra. Egy magyar döntőnek, vagy egy amerikai futball döntőnek ilyennek kell lennie. Volt érdekesség játékvezetői szempontból itt a második fél időben, azért videóbíróztunk is végre. Videóbíróztunk, és azt mondom, hogy kettő olyan eset volt, ami említésre érdemes. Az egyik ugye a visszahordás során, amikor a Steelers megszerezte a labdát. Ami miatt az az eset nem került videózásra, az az, hogy a pályán hozott ítélet az elég egyértelmű volt, miszerint a játékosnak a forward progress, tehát az előhaladása megállt, úgy tolták vissza, és a labda akkor indult el, amikor már hátra tolták, tehát ott egyértelmű volt, hogy a Wolves fog first down-nal kezdeni. A másik eset meg nyilván a touchdown volt, ami azt gondolom, hogy egy nagyon jó döntés volt, hogy videózásra került, és szerintem senki nem panaszkodott, hogy viszonylag hosszasan nézték a kollégák vissza ezt az esetet, mert egyértelmű volt, hogy ez volt a befolyásoló a mérkőzésen. Mennyire nehéz ezt játékvezetőként innen a pályaszéléről megítélni, mert a szurkoló gondolom úgy vannak vele, hogy ott állt, nem látta? Itt ugye az volt a lényeges ennél az elkapásnál, hogy a játékos elkapja a labdát, tesz vele két-három viszonylag gyors lépést, és hogy nyújtja be az endzomba, az endzomba történő benyújtás és a földetérés között jött ki a labda a kezéből. És itt a visszanézésnek a tétje igazándiból az volt, hogy befejezetnek tekinthető az elkapás, tehát hogy tesz a játékos a labda elkapását követően fotballra emlékeztető mozdulatsort, vagy pedig tulajdonképpen egy fumble-t kellene és egy sikertelen elkapást ítélni. Ugye a pályán hozott első idleges ítélet az volt, hogy ez egy sikertelen elkapás, és minden kétséget kizáró képi bizonyíték kellett arra, hogy ezt a döntést megváltoztassák, és végeredményben szerintem egy jó ítélet született. Elégedett voltál a játékvezetői crew-val így az egész mérkőzés alatt? Én azt gondolom, hogy ugye az első fél időben is beszéltünk, talán egy olyan kétes hívás volt, amikor a Miskolc játékosára lehetett volna dobni egy pass interference szabálytalanságot, ami elmaradt. A második fél időben nem emlékszem olyan esetre, ami kérdéses lett volna, úgyhogy azt gondolom, hogy itt a játékosoké volt a főszerep, a bírók úgymond nem szerepeltek, és ez így volt fantasztikusan jó, úgyhogy egy nagyon jó döntőt láttunk. Így van, és ennek a nagyon jó döntőnek most hamarosan lesz egy meglepetése, ugyanis itt van velünk hamarosan André White, aki a szezon MVP. So congratulations, you are the season MVP. Gratulálunk, te vagy a szezon legértékesebb játékosa. Are you satisfied? Elégedett vagy? How you performed today? Ahogy játszottál, annak ellenére, hogy veszítettetek. Hát igen, mi azért jöttünk ide, hogy megnyerjük ezt a bajnokságot, akkor lettem volna a legboldogabb, legelégedettebb, ettől függetlenül mindent megpróbáltam. A Wolves remek csapat, kiválóan felkészített, a jobb csapat nyert, gratulálunk nekik. 250 yard, és egy trükkös játék tőled, majdnem egy trükkös játékkal egész héten próbáltunk felkészülni, beszéltünk, hogy
hogyha nagyjából egálos a meccs, akkor ezt megpróbáljuk, és ez most sikeres volt, boldog voltam emiatt. Elégedett voltál, ahogy itt Magyarországon teljesítettél az egész szezonban? Igen, voltak elvárásai magammal szemben, ezeket megugrottam, a csapat is jól teljesített, úgyhogy remekül érzem magam, jó szezonban voltam, vagy jó szezonom volt, jó formában voltam egyénileg. A commentator said that your average is 2 touchdowns per game. A kommentátorunk mondták, hogy két touchdownod volt az átlag, igen. Do you think we will see you next season, maybe here? Gondolod, hogy látunk Magyarországon? Hát ez attól függ, hogy milyen szituáció áll elő. Minden szezonban ez van. És három csapatba játszottam. Örültem ennek a csapatnak. Jó volt játszani. Itt meglátjuk. De néha változnak a dolgok az off-seasonben. Mit gondolsz a HFR-ről magáról? Igen, ez egy jó liga, fantasztikus volt a szurkolók, a környezet, ti is remek munkát végeztek Lengyelországhoz képest, úgyhogy, és hát nyilván befektetés kell, de nagyon-nagyon jó munkát végeznek itt Magyarországon, és örülök, hogy ennek a része voltam. To see you playing here in Hungary. Köszönjük szépen, megtisztelő volt. Congrats. Thank you. See you. André White, hát igen, kiemelkedően azt gondolom, hogy az idei HFL szezon legjobb játékosa. Tehát azt hiszem ezzel a trükkös játékkal itt a végén, ami Ushenkót ugye majdnem touchdown passzt osztott ki neki, azért mindent láttunk tőle, nem? Így igaz, egy all-purpose játékos, remek adottsággal, remek fizikai felépítéssel rendelkezik, és ezt maximálisan ki is tudja használni. Rengeteg jó play-t, rengeteg élvezetes játékot adott a magyar-amerikai futballnak idén, és én örülnék neki személy szerint, hogyha visszatérne a jövő évben. Mitchelton viszont nem volt benne biztos, hogy ő jövőre is itt lesz. Mekkora vesztesség lenne a Steelersnek, ha ő nem lenne, hiszen nem csak egy játékos, egy remek játékos, hanem a vezetőedző is, a csapat szíve lelke, ezt kiemelte. Mindegy, hogy importjátékosról beszéltünk, vagy a magyar játékosokról. Így igaz, és főleg azért, mert már évről évre tendenciózusan összetartja ezt a Steelers-t, és egy nagyon jó csapatként tudnak vele együtt szerepelni. És azt se felejtsük el, hogy ő hozta ide André White-ot erre a szezonra. Ő rekrutálta az idei szezonra az importjátékosokat a Steelers-be, úgyhogy ezáltal, ahogy mondod, nem csak egy játékos, nem csak egy vezetőedzőt, hanem egy remek igazolót, egy scout ügynököt is úgymond elveszítene a csapat vele, hát ő is nagy veszteség lenne sajnos, hogyha nem jönne vissza. Igen, pont a miskolci vezetők mondták azt, hogy ő azért hozta ide André White-ot, mert egyszer játszott ellene, ütköztek, és az fájt, úgyhogy akkor biztos jó játékos. Ha már André White-ot itt láttuk, akkor jöjjön most valaki a bajnok csapatból, itt van velünk hamarosan Majoros Csaba. Gyere, Csabi! Nem futottál 250 yardot, de bajnok lettél. Milyen érzés ez? Ez nagyon jó érzés. Nem az első bajnoki címem, de még mindig ugyanolyan jó érzés, mint amikor az elsőt nyertük. És ez nem jött volna össze, hogyha nem csak én vagyok ilyen nagyszerű játékos, hanem a csapattársaim is. Azt mondta Kole, hogy mindenképpen szeretnél velünk beszélni. Egy nagy bejelentésre készülsz, jól sejtem? Nem olyan nagy bejelentés ez, igazából nem szeretnék saját magam karikatúrára lenni a pályán, és ezáltal úgy gondolom, hogy ez a bajnoki győzelem, ami részben az én sikerem, mivel a csapat tagja voltam én is, de ez épp elég a magyarországi amerikai futball pályafutásomnak a befejezéséhez. Ha nem hívnak, nem játszok többet nagy valószínűséggel. Még szerettem volna a válogatottba bekerülni, ez idáig nem valósult meg. Még az őszi válogatóra, hogyha elhívnak, azon szeretnék jelen lenni, de egyébként nagy valószínűséggel nem fogok többet játszani. Hát egyrészt ez nagyon nagy veszteség az amerikai futballnak. Egy csodálatos touchdown volt a Fóti pályán. Úgyhogy, de nem te vagy az, aki a legidősebb touchdown elkapó. Erről sajnos ugye gondoskodott az Eagles. Milyen volt ez a pályafutás? Nagyon hosszú, és esetenként nagyon fájdalmas is.
főleg a mérkőzés utáni néhány nap most itt az utóbbi években, és szeretnék egy kicsit mással is foglalkozni. Az amerikai futball kitöltött az elmúlt 15 évemet, és kicsit nyugalmasabb sportot szeretnék, vagy legalábbis egy kevésbé fizikálisat, kevésbé megterhelőt ezután, mert a mozgásról nagy valószínűséggel nem fogok lemondani. Hát az, hogy a Kaló TD-t kapott az utolsó fordulóban, az nagyon jó érzés volt. Abban a szempontból csapattársakodunk korábban, innen is gratulálok neki, de hát nem, egy rekordot nem tudok magaménak ezáltal. És az elmúlt 15 évben nagy valószínűséggel én kaptam el a legtöbb labdát tétmérkőzésen irányítóktól. A múltkor egyik edzés után ezt a számoltuk, 15-ig emlékeztünk, vagy 16-ig, én is, meg a csapattársaim is, úgyhogy néhány olyan adatot biztos össze tudnék szedni, ami még szerintem évekig a legmagasabb szám lesz, de nagy valószínűséggel elég volt. Hát gratulálunk neked a bajnoki címhez, és köszönjük szépen, hogy idáig is a sportágat népszerűsítetted, és én biztos vagyok benne, hogy nagyon sok mérkőzésen, legalábbis az oldalvonalnál mindenképpen látni fogunk még téged. Szeretnék az utánpótlás programba egy kicsit bekapcsolódni, hogyha a rúgójátékosok, illetve a speciális egységnek az edzését vagy képzésétben tudnék segíteni, akkor abban szeretnék bekapcsolódni, de játékosként már valószínűleg nem fogok a pályára lépni. Köszönjük szépen, gratulálunk még egyszer. Csapati az érdem. Így van, de hát az egyéni játékosok is nagyon fontosak. Mindig rossz, ha egy ilyen játékost elveszít a magyar-amerikai futball. Beszéljünk még egy kicsit erről a mérkőzésről. A védelmek voltak a te feladatod mindig. Milyen volt ez a két védelem? Az nyeri a bajnokságot valóban? Még egy nagyon gyors kikapcsolás így Csabira. Azt el szeretném mondani, hogy Majoros Csabi az egyetlen olyan aktív Wolves játékos jelenleg most a keretben, aki a 2004-es csapat alapítása óta szerepel a csapatnál, úgyhogy ez egy nagyon különleges dolog szerintem. Úgyhogy akkor már 7-szeres bajnok. Igen, 7-szeres bajnok a Csabi. 2005, 2008, 2009, 2010, 2012, 15 és most 18. Na akkor most már beszéljünk abban. Köszönöm szépen, hogy megengedted. Milyenek voltak a védelmek? Hát közhely, de ez a mai mérkőzés is megmutatta, hogy valóban igenis a védelmek nyerik a bajnokságot. A Wolves 3 interception-t jegyezhetett. Ugye, ha jól számoltam a Miskolci egyel szemben, ez ennek ugye nagyon lényeges következménye volt a mérkőzés kimenetelére tekintettel. Ugyanakkor André White-ot nem lehetett megállítani, mint ahogy arról beszéltünk a mérkőzést megelőzően. A koncepciói megvolt, mert voltak vele ütközések a line of scrimmage környékén, de nagyon sok volt a miss tackle. És nagyon okosan futottak arra az oldalra, ahol a belső linebacker Homoki Gergely gyengébbnek találták, ugye nem Anvin felé futottak, hanem Homoki azért testfelépítését tekintve egy gyengébb matchup, ugye akár Lesivnek, akár André White-nak, úgyhogy tendenciózus, ugye a második fél időnek az első TD is így született, hogy az erős oldalra futottak és Homokit blokkolták meg, illetve több futás is úgy született, illetve úgy születtek jó yardok André White futásaiból, hogy arra az oldalra mentek, úgyhogy sajnos ezt, hát idézőjelben sajnos ezt nem tudták ugye levédekezni, de ettől függetlenül remek munkát végzett a Wolves defense, és tudtak mindig igazodni a miskolci támadásokhoz. De azt hiszem, hogy el kell mondanunk, hogy a Miskolc Steelers, ami hát keretét tekintve azért igencsak vékonyka kerettel rendelkezik. Gyakorlatilag Dobrosi Zsoltot is össze kellett drótozni erre a mérkőzésre. Ennek ellenére 0-14 után egy olyan mérkőzést produkáltak, amire azt kell mondani, hogy le a kalappal előtte. Tehát, hogyha Mitch Eatont is vesszük, volt ő is ugyanúgy, ahogy Elvin is tette ezt. Olyan helyekről ért oda a labdára, ami hát tiszteletre méltó nagyon. Így igaz, tehát a Miskolcot is természetesen csak a végletekig dicsérni lehet. Tehát igazából ugyanennyivel nyerhettek volna ők is. Fejben nagyon egyben tudtak maradni, tehát a két gyors TD, amit megkaptak még az első, vagy bekaptak az első negyedben, az nem zilálta szét őket. Kulcs szituációkban, szoros szituációkban Jordan egybe tudta tartani az offense. Nagyon sok
harmadik és rövid kísérletet csináltak meg rendszeresen, tendenciózusan, úgyhogy nem ijedtek meg attól, nem ijedtek meg a nyomástól, ugye attól, hogy kvázi mindig ők mentek az eredmény után, ugye egyetlen egyszer tudták csak átvenni a vezetést, méghozzá, ha minden igaz, akkor White elkapott TD-nél lett ugye 30-27 az eredmény, elkivételével mindig ők mentek ugye az eredmény után, de ez sem bomlasztotta meg őket, ez sem eresztette le őket mentálisan, és mindig fölvették a kesztyűt, és mentek, és hát a legvégén viszont nem nekik jött ki a lépés, hanem a Wolfsnak, de minden dicséretet megérdemelnek természetesen ők is. Nagyon szépen játszottak, nagyon ügyesen, nagyon kitartóan, nem csak a mai nap, de az egész szezonban folyamatosan. Hát Brezai Endrének és Koleszár Dávidnak köszönöm szépen, valamint egész stábunknak, akik egészében segítették a munkánkat itt a 2018-as HFL szezonban. Reméljük jövőre is velünk tartanak, ne felejtsék el, jön addig még két válogatott mérkőzés, majd szeptemberben és októberben a szlovákokkal és a csehekkel mérkőzik majd a Grácz Vilmos vezette magyar válogatott. Innen a pálya széléről is köszönjük szépen a figyelmet, és gratulálunk a Budapest Wolvesnak és a Miskolc Steelersnek is. Viszontlátásra!